Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt 11 perce. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ma megint állva vezetek műsort. De higgyétek el, próbáljátok már ki, hogy nagyon menő állva. Állj föl, nagyon jó. Okay. Nagyon jó. Állj csak. Én old school arc vagyok, nekem így ülve nagyon jó. Mi van, lusta vagy? Nem akarsz felállni? Na, jó, felállok. És mozogsz benne egy kicsit? Aha. Ugye, ahogy van benne valami? Tényleg. Felíten állj föl, ülve úgyis akkor vagy, mint én állva. Így is van, plusz én évekig csináltam ezt, gyerekek, a Rádió Bridge-ben. Ahol nem volt széketek? Meg, igen, megvilágosodtak. A következő volt a helyzet. Horváth Gyula, mostani igazgatónk, aki műszaki igazgató, egyszer csak bejött a stúdióba. Megnéztem egy filmet. Amcsiból. Így. Aha. Amcsiból. Mondom, Gyula, és? VHS-en. Amcsiból. VHS-en. Tudod, mi van az ottani rádiókban? Hát mondom, nyilván zene meg beszéd. Hát másra így nem. Aktuális zené, hallgatottság, jó műsorvezető. Jó műsor, ennyi, körülbelül ennyi. Plafonon van a mikrofon állvány, fölfúrva, és lelóg, és állnak. Hát mondom, de egyébként én bárhányszor állva kezdem el, van benne valami. Tehát nem hülyeség, mert kevésbé alszol el, nem álmosodsz el, éberebb vagy. Tehát nem. Hamarabb lesz trombózis. Nem lehet, hogy csak az újdonság varázsa? Lehet. Úgy kezdesz, mint egyébként. Nem olyan, mint a tévé, mert ugye a tévébe vezet államműsort, és kicsit az egész ilyen tévés. Nem, már nagyon akarsz tévézni. Szerintem ez lehet az oka, mi? Igen, már hiányzik a tévé. Ja, gyerekek, taxival jöttem ma reggel is. És bent vettem és saját kormány. Tessék? Saját cím. Persze, mert terheljük a közös taxiszámlát. Most mit hívogasson taxit? Figyelj, én évek óta nem használom a céges taxit. Most amíg nincs autóm, mondom a szponzoroknak, amíg nincs autóm, addig... Nincs autód? Mondom a hezitáló autószponzoroknak, amíg nincs autóm, addig taxival járok és beülök, és én nagyon tágas volt belül. De én nagyon nagy volt. Milyen autó volt? Na milyen? Milyen autó jött? Dacia Duster. Nem? Nem. Szoktam én mindig mondani. Várjál, nagyon. Fiat Multipla. Fiat Multipla. Na, az igen. Na, figyelj, nagyon jó bentről. Nagyon jó bentről. Én mondtam. Na? Nagyon jó bentről. Ránéztem a kormányra, mondom, Fiat, mondom, ez egy Multipla. Akkor kiszállom. Elnézést. Jól láttam, hogy ez egy Multipla. Nem hallgatja műsor? Egy rossz pont. Mi ez, Fiat Multipla? Kettő rossz pont. Hogy jöhetett értem? Hogy? De nagyon dumántunk, mondom, figyelj, ez egy rettenetesen ronda autó. De, mondom, belülről viszont akkora, hogy azt nem hiszed el. Olyan tér van benne, mint egy úszómedencében, mondja a driver, hogy berakott egy nem tudom, mit tudom, 120 centis, nem tudom, plazma tévét állítva, és simán elvitte. Bizony. Figyelj! Tehát ilyen sakkpartikat játszhatsz benne, 4-8-an. Olyan hely van bent az autóban, hogy na jó, elő a farmával. Györögtek Torinóból, hogy most máljál le. Rátküldenek ilyen szicíliai rokont. Most a Fiat jelentkezett be, és mostantól nagyon szeretjük a Fiatot. Kedves Balázs, van a prémium márkáink is. Nagyon esetleg bekussolna adásban a Multiplával kapcsolatban. Akár egy kis Fiatot, egy minit, bármit nagyon szívesen tudnánk önnek adni tesztvezetésre, ha érti, mire gondolunk, csak szóljon néhány jószor. Nem, erről szó nem volt, röhögtem, mert hogy ugye azért a Fiat Multiplát én megmartam párszor, hogy gyerekek, azért tetted. Hány emberem ment át, és mindenki igen mondott rá. Hát a világegyetem egyik legrondább autója, de most félig meddig vissza kell, hogy szívjam, mert belülről az autó egyébként olyan tágas és olyan nagy, hogy konkrétan kiabálsz a sofőrnek, ő meg vicc, hogy ha-hú, van kedves utas! Hol egy kavics, megdobom, jelzem, hogy szeretnék kommunikálni. Igen, itt jobbra, ha-hú! Nem! Beépített telefon van a hátsó lelőre. Igen, na mindegy, szóval és te is belül ülsz, tehát kívülről nem látod, egyébként meg kívülről aranyos, szerintem nyilván nem fogunk ezen vitatkozni, tehát hogy úgyse látod. Az aranyos, nem jó szó az aranyos. Érted, hogy úgyse fogod látni kívülről, tehát bent fogsz ülni, használj nyugodtan. Szerezzek egyet. Nem, hát nem akartam tőle elvenni egyből. A saját ismétlésünket hallgattam egyébként, már hogy ő hallgatta, és akkor ugye mondjuk az ember. Fura ízlésed van. Akkor nem szól bele, hogy most kapcsoljuk el, ne kapcsoljuk el, vagy hallgassunk bele másban. Úgyhogy gyerekek, tényleg nagyon kellemes. Kellemes út volt. Kellemes út volt, úgyhogy félig meddig visszaszívjuk a Multiplát. De jó, és hogy földnapja alkalmából természetesen ezért jöttél taxival. Ha persze.
Hát az mondjuk nem érdekel annyira, de... de nem, hát miért a taxi ugyanúgy szennyez, nem? Ez földgázos taxi volt egyébként. Hát egyrészt akkor kevésbé, másrészt meg akkor egy autóval kevesebb volt kint az utában. Hát ő egyébként is kint van. Ő kint, ez a taxi is kint van, én viszont nem te voltam nem, kint autóval. Te viszont nem hoztad ki a járművet. Így van. Hát ha lenne autóm, azért a földnapi ellenére én beültem volna. Tehát, hogy szeretjük a földet, védjük, de azért... Behoztál volna egy taxist. Tessék! Behoztam volna egy taxist, tehát persze fontos a földnapja, de azért én ettől autóba ülök. De minden esetre, hát gyerekek, úgyhogy ez volt. Élményautózás volt. Élményautózás. Így van. Na, kérjek neked egyet, amíg nincs verdád. Nagyon-nagyon örülök most minden szponzorautónak arra pár hétre, amíg nincsen autóm. Tudsz valamit szerezni? Hát persze. Hát a Fiatnak azért van a prémium márkái is. Tehát, hogy... Mi? De miért kéne, amikor ő egy multiplába szerelmes? Ami tudok, szóval az én... új... Az olyan új... szerelmes vagyok a multiplában. Úristen, megkapott. Őszinte szerelmes. Balázs, megkért, mert megkapott. Igen, egy Fiat, Francesco Italia autóművel Torino jön a levéltől, hogy sok szeretettel. Hallottuk, hogy megszerettem. Balazzo, Sebastiano, igen. Fogadja, akkor igen, az autónkat sok szeretettel. És bónuszként a levágott lófejet jelzésképpen, hogyha ez. Igen, hogy a multipla eladás kicsit visszaesett. Azt hiszem egyébként már nem gyártják, tehát beszélhetünk is róla. Azt hiszem nincs már új belőle. Nincs már új, nem is gyártják. Rájöttek, hogy így árral szemben azért így nehéz. Igen. Hát az elég sikeres volt, a modell adtak belőle el szépen, és van belőle frissített. Mint a kozsólemezekből előmegrendelésben. Igen, igen. Úgy. Nem, figyelj, a kozsólemezekből is mindig elment 50 ezer, csak bizományba. Aztán a Tesco abból visszaküldött 49 ezeret. Igen. Ugye? Tudod, ez a megjelenés előtt már arany lemez. Nehogy. Magyar szerzők könyvei is elmennek 70 ezerbe bizományban. Csak évvégén már senki nem hozza le, hogy a 60-at visszaküldött utána az OSAN, mert nem kellett senkinek meg tízezret a molkút, mert onnan se vitték. Olyan nincs, azt nem írják meg később, remitendába platina. Igen. Na, ha már a tegnapi ismétlés, már most mondjuk, drága morning show hallgatók, hogy ma megcsináljuk az ellentetjét ennek a témának, vagy ellenkezőjét, vagy a másik verzióját, vagy milyen mit használják, vagy milyen szinonimákat használják. Az inverzét. Az inverzét így van, megcsináljuk. Vagyis annak járunk majd utána, hogyha valaki hiperben, kisüzletben, zöldségesnél dolgozik, akkor minket hogy tud átverni? Ugye? Mert tegnap pont az ellenkezőről beszéltünk, hogy mi hogy próbálunk ügyeskedni, úgyhogy nem lopunk, csak ügyeskedünk bent a multiba. És az lenne az igazán jó, hogyha ők maguk jelentkeznének, tehát nem a vásárló jelenteni, hogy szerintem úgy csalnak, hogy, hanem aki megcsinálja. Ja, azt hittem, az izének a vezérigazgatója, hogy sok szeretet. Az is jó. Horváth Szilárd vagyok, nem tudom, hogy hiperveszik, elmondanám akkor, igen. Tehát aki csinálja, nem kell megint aláírni, nem arról van szó, hogy mi önkéntes rendőrködünk és bárkit felnyomunk. Arra vagyunk kíváncsiak, hogyha mi laikusként majd elmegyünk vásárolni, akkor hogy ver át, ha akar, és ugye nem mindenki, mert nem ilyen azért, a kiskereskedelemben sem dolgozók, nem mind ilyenek. Hogy ver át, ha akar a zöldséges, hogy ver át, ha akar a hentes, hogy teszi rá, vagy hogy teszi a régi felvágott alá az újat, hogy először a régit vedd meg, hogy ügyeskednek a hiperekben, hogy a tejet úgy fordítják, hogy nem olvasod el a dátumot, hogy mikor jár le, és mikor otthon veszed meg, jössz rá, hogy ez már holnap lejár, pedig te még 10 napig akartad, hogy jó legyen, csak az első sorba rakják. Ugye, tehát vannak ezek az áru feltöltői trükkök is, amivel ki kell szórni a használtat, a régit. Ilyen ügyességeket keresünk majd. Már Magyarországról kivonult hiperek egykori alkalmazottainak az SMS-eit várjuk, és jelzéseit természetesen. Tényleg? Ők lesznek túlnyomó többségben, senkinek nem kell egyébként nyilván felvállalnia, hogy hol dolgozik. Nem. Még régi korások például? Na, igen, ugye, akkor már nincsenek. Nincs. Róluk már mondtam. Nincs korá. De írhat nekünk olyan, aki tényleg kis eladó boltban, éjjel-nappaliban dolgozott, árufeltöltő volt, vagy csak simán eladó, és kiadta neki a főnök, hogy figyelj, így kell kidobni a régi kenyeret, így kell eladni a régi tejet, így kell először megszabadulni a régi felvágottól, egyébként meg a krumplival így csalunk. Tehát erre leszünk majd kíváncsiak. Ennek ez egy örök harc. Ez egy örök harc. A multik és a vásárlók örök harca. Ez a Szitek és a Jedik problémaköre. Mi megesszük a mogyorótokat, mondjátok el, ti mit csináltok velünk. Nem? Igen. Mi levágjuk a banán héját, illetve mit a csutkáját, Jani. Igen. Én eszem a gumicukorból. Van, akik rendesen vásárolnak, kevesen igen. Vagyunk, de tartjuk még magunkat. Van, akik rendesen vásárolnak, most akkor nézzük meg, hogy tegnap bevallottak a vevők, most vajonak az eladók, nem? És mindenki, aki hiperben megy. Nem is csak hiperben, mert a hipereket akarjuk. Váltani a egyszerű üzletekben, éjjel-nappaliban, kis boltokban. Hogy hívják ezeket? Kis boltnak. Derikát teszek, tök mindegy.
Ó. Ilyen nappali. Igen. Tudjuk, hogy vannak például még egy pár tucat darab, amiből, abból a termékből, amiből ingyen van a plusz 20%, plusz 10%, de ezeket nagyon akkurátusan hátra tesszük, hogy inkább azt fogyjon, amiben a plusz 20% nem ingyen van. Ez például, ez először tett el figyelme ezeket az akciókat. Hát az nem, szerintem azt a gyártó fizeti a plusz 20-at, nem a bolt. Az nekem nem. Mindegy. Viszont vannak olyan nem termékek, ami 100 forintba kerül, 5 deci. Azt mondja a gyártó, hogy 100 forint jogkurtok, ez az, az a gyártó. Decit. Most mondtam. Igen, ki. Ha még a jogkurtoknál tartanánk, de mondjuk az kávéból, azt mondod, amiből aztán marhára teszi? Nem mindegy. És simán, simán. Én mindig szoktam figyelni, hogy van egy-két akciós termék, még az előző akcióból plusz 20%-kal, meg plusz 10-zel, meg nem tudom mennyivel. Nekem egyáltalán nem mindegy, hogy mennyit veszem meg a kávét, főleg, hogyha mondjuk egy kilósat vásárolok belőle. Ez mondjuk ez nem volt. Hogy én mindig ingyen iszom belőle, ugye? Hogy már reggel is. Nagyon. Aha, azt értem én, csak aha, hogy nem a gyártó pakolja ki. Hát de a boltnak meg mindegy, nem? Hogy most melyiket ó, nagyon nem. Óha, hát az sem mindegy. A plusz 20%-ot. A plusz 20%-ot milyen ásványvizet tesz ki, hova az teszi igaz, azt, mennyi tejjel, nem tejjel, hova teszi a polcra azt az ásványvizet, amiből aztán hogy nem sok fogy, hova teszi azt az ásványvizet, amiből nem akar, hogy olyan sok fogy, mert nem kapott annyit zsebbe, akkor abba elrakja hátra, mert nem tejelt annyit. Azért itt vannak nagy ügyességek. Abban most nagy bírság volt. Hogy? Az egyik nagy áruház láncot megbüntették emiatt, a polcpénz miatt. Nagyon sok igen, 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 igen. Igen, de most mi tényleg ilyen kisebb-nagyobb trükkökre is kíváncsiak vagyunk. Majd, de most még ne írhatjuk, most itt majd összeválogatjuk az SMS-eket. 7 óra után foglalkozunk ezzel a témával. Mi volt tegnap, mi történt? Valami izgi valakivel? Hát nálam otthon csak ahogy hívják, csak a kis kerti munkák, csak a kis barkácsolások, csak a létraszerelés, a fűnyírókésének a megélezése, villanyszerelés, csak olyan dolgok, amik egyébként tavasz előre szoktak fordulni, alapvetően. Nekem most teljesen más böki a csőr, mert bocsánat, Tibi, hogy a te területedre tévedek. Azt, hogy reggel kijövök szépen a házba, és látom, hogy gyönyörű szép idő lesz, olvastam is egyébként, ragyogó időnk lesz, tényleg már fantasztikus kék az ég, már dereng a nap, stb. Örülök neki. Egyszer csak egy másik utcából, a házból kilép valaki. Az első dolga az, hogy engem egy picit a felének a területére tévedek, rágyújt. De hogy én ezt tényleg nem értem. Utána természetesen már kellett előzni. Hát az, hogy én mögötte sétálok, és úgy kapom meg, ugye korán reggel az arcomba füstöt. De utána megnyugodtam, és rájöttem, hogy nekem is vannak ilyen dolgaim, hogy reggel korán nekem az első dolog az, hogy a kávé. A kávé, hogyha nincs meg az első kávém, akkor megőrülök, akkor tényleg akkor feszült vagyok, akkor ideges vagyok, addig, amíg azt a pár kortyot le nem nyelem. Tehát, hogy mindannyian egy picit is végig gondoltam, és rájöttem, hogy mindannyian egy picit függők vagyunk, és a korán reggeli szokásainkban mindig van egy-egy olyan elem, aminélkül nem indulhat a napunk, illetve hogyha annélkül indulunk el. Nagyon akkor feszült vagyok, ha nem tudok rákuporodni a budira. Nagyon, igaz? Nagyon ideges vagyok. Hát nagyon, mi jut? Ha úgy kell ide bejönnöm, hogy nem tudok rákuporodni a budira, itt nem, mert otthon valaki rákuporodott. Lejön a most 15 WC-tekből egyre, akkor csak nagyon ideges vagyok. Akkor nagyon-nagyon mérges vagyok. De itt nem kuporodsz. Mindannyiunk megvan a maga csomagja, hogy akkor a Balázshoz is igen kapcsolódjuk. Na jó, de figyelj, hát szabad ember kijön, szabad levegő, rágyújt, nem? Hát rá kell gyújtani. De azért mondom, hogy eleinte ideges voltam. Utána megelőztem. Leütöttem, hogy utána hátra összerúgtam a két bokáját. Nem mindenki néz hátra, adohányzik, nem? Hát rágyú, igen. Persze, aztán rájöttem, hogy nekem meg ugyanis oda súgtál valamit rávé. Rohadványos. Már láttál ki a gyógyszeres dobozok. Köcsög, nem láthat, hogy mögötted jövök. Sárguljon be a fogadás. Nem mond semmit? Jamázz meg, ba. Most látom, ez már bekövetkezett, már valaki kívánta. Igen, most nem, utána megenyhültem, mert rájöttem, hogy nekem is ott van ez a kávé. Tehát, hogy én is egy picit szenvedélybeteg vagyok, hogyha úgy tetszik, mert én meg reggel nem tudok lefűzni erről a sztoriról. De azzal nem zavarsz másokat, maximum a macskát keltett föl, hogy a kotyogós kávéfőződet. Na most nem mondd, hogy az, aki dohányzik a szabadban, azzal másokat zavar, nem? Hát, hogyha ilyen esetben most itt szembe lakom, kijön és rágyújt. Ja, nem. Hát most ott nyilván nem vette észre a Janit, ez szimplán figyelmetlenség, de például azért azt, ha rád fújja egy az egybe a füstöt, az igen, kell. Az igen, szerintem azt tukol. Jó reggelt, szomszéd. Hogy vagyunk? És ott te tüdőre veszed, az mondjuk kemény, igen.
Na mondja, mit akartál, hogy? Mi ezzel kapcsolatosan? Valamit elkezdtem. Igen, valamit elkezdtem, azt kezdtem el, hogy érzitek-e az agressziót a városban, mondanék két esetet, és csatlakoznék hozzá a tegnapi napomban. Hogy éreznék már egy gyökér? Morgással indítsz, nem morogjátok. Két esetet, hétvégén egy fiatal ember várt az éjszakai buszra, öt ember odament, megrugdosták, a szerencsére jött a busz felszállt, tegnap vagy tegnap a 4-es, 6-oson egy nénit mindenféle előzetes figyelmeztetés nélkül egy csávó fejbe rugott. Ez, tehát, hogy így ez megy. Tegnap... Most ez megy, beteg ápolok, betegeket, biztonsági őrök, hajléktalanak látszó rákosokat. Ősz a nyugatinál, nem tudom, beteg vagy ősz egy padon megvernek. Igen. Hát komolyan. És mi a magyarázat? Azt hittük, hogy hajléktalan. Ja, mert a hajléktalanokat verni. Mert azt egyébként jól tudom megvárni, te paraszt, nem? Tehát azért, mert hajléktalan, akkor meg kell verni. Az így gyökerek. Szörnyű. Na igen. Na és ezek bennem voltak. Tegnap sem mentem az Andrássy. Jó, megverté valaki. És mondom, most már beszállok én is ebbe a buliba. Nem, mentem ott az Andrássy. Ott volt egy 8 éves kisgyerek egy háti táskával. Tényleg előttem ez az öreg asszony, ezzel a botta. Csak elkaszálom a lábát egy ilyen becsúszó szereléssel. Mentem az Andrássy út felé egy ilyen kis, azt hiszem a Hajós utcából, nem tudom melyikből, mellék utcából, és az Andrássyn állt két csávó, két ilyen jó képességű fiatalember, már így izomilag. Jövök arra felé, és elkezdenek felém kiabálni, hogy mit nézeltek, meg megütlek, meg, és én megmondom neked. Én azt hittem, hogy nekem, és annyira beszartam, hogy hát mert figyelj, azért két ilyen jó kigyúrt gyerek, hát most én nem vagyok egy verekedős, tudjátok rólam, és soha senkit nem ütöttem még meg, bár érik, de hogy így mentem fel, és elkezdem, most mit csinálok? Most verekedni kell? Ez ma reggel, ez most? Nem, ez tegnap volt. Tegnap volt. Aztán kiderült, hogy Somának üvöltöznek. Nem volt velem a gyerek. Kincsem intézd el. Hát ő mondjuk szétszedi őket, érted, mert ő karatéka, de hogy mögém kiabáltak ott valakinek, de én annyira megijedtem, hogy mondom, egyrészt, hogy miért, nem tudtam, hogy mivel szolgálok rá, másrészt pedig, hogy most mit csinálok, hogy elkezdek verekedni két csávóval. És kifordultam az Andrássyra, és mögém kiabáltak valakinek, aki nyilván elfelé ment már ebből a buliból, tehát ő föladta a dolgot, kifordultam, és elindultak felém, mert ez akkor még nem esett le, hogy mögém kiabálnak. De akkor már odaüvöltöttél, hogy srácok, új szakácsunk van, ne haragudjatok! Kepteltek róla, bármivel a problémátok. A következő kört én nincs fizettem. Nincs ilyen gond, azt én előre lerendezem, érted? És mentem, és ők ugyanarra kezdtek el jönni. Átmentem a másik oldalra. Figyelj, én még ilyen üldöztetést, ami ráadásul nem is volt igaz, én még életemben nem éreztem. És így kezdtem gondolkozni, hogy nyilván most mindenki meg van hűlve, jön meg a hormonok, mert tavasz van, megrugdosod, akivel találkozol, arra jársz, és ilyen álltam, mondom. Mert ha engem mondjuk még hajléktalanok néznek, az egy dolog, érted? De hogy téged. Egy engem, de most nem hajléktalan, most bármi miatt megvernek, meg megütnek, meg megrúgnak. Olyan furi volt a dolog. De aztán nem lett belőle semmit, tehát kiderült, így összeraktam a történést. De miért nem csináltad azt, mint a kutyák ilyenkor, hogy azonnal lefekszel a földbe és behúzod a falat? Igen, és összepisílem magam. Azt megcsinálod, hogy azonnal ledobod magad a földre. Nem tudom behúzni a farkam. Behúzod a farkat, fölrakod a négy lábad és fekszel, és akkor ha téged akarnak körbeszimatolnak, ha nem, akkor tovább mennek. Lehet, hogy mondom, és simán lehet, hogy tovább mentek, és azt mondták, hogy ébb löki. Nem te vagy. Nem te vagy. Nem te vagy. Ha megszagolgatták volna, ilyenkor az szokott lenni. Körbeszaglás. Így van, megmutatod a tökeidet, oda mennek, megszagolgatják, aztán mennek tovább. Megadtad magad kicsit. De úgy is lehetett volna, hogy a lábaikhoz fekszem le, tehát a két csávó lábát így átölelve nyűszítek, hogy kérlek, ne bántsatok, kérlek. Jaj. És ők csak átléptek volna, hogy nyugi, Feri, nem te vagy. És tovább mennek. Te meg ott fekszel. És még 5 percig fekszel, hogy jaj, ne. Bocs, öreg, nem neked szóltunk, és te meg zavartan körbenézel, hogy láttál valaki, hogy összefostad magad. Vagy úgy mennek tovább, hogy ne ára úgy öregít egy kis apró, és tovább mennek. És közben a turisták engem fotóznak. Nem csak, hogy benned van, hogy úgy kell menned Szatyír a városba. Szatyír, ne aggódjam, ez nem verekedés, az verés, amit te kaptál. Ja, az igaz. Az egy oldalú sztori. Az messze lett volna a verekedéstől. Persze, az ember megijed, hát nem egyedül úgy, vagy. Engem, persze. Meg, hogy úgy kell élned most már, hogy erre úgy odafigyelsz. Figyelj, a te esetedben egy dolog van, nagy darab vagy, magas vagy, ordíts. Azt szerintem. De mi? Jaj, segítsen! És akkor attól így hát, ha megijednek. És tehát, azt is csináljam. Összetolnám magam, ekkora darab ember rámordítana. Hát lehet, hogy tőlük megijednek. És tudod, az állatvilágban van például egy csomó olyan tollas jószág, ami ki tudja a tollait terjeszteni, hogy még nagyobbnak tűnjön. Annyi is egy esernyő. Esernyő, kinyitom a karjaimat, és rohanok felé, és üvöltök. Vagy húzd el a falzsebedből azt a szerránosonkát, amit mindig ott tart. Az nem azért van ott, hanem ha megéheznék, tudod? Na jó, de akkor megúsztam. Meg. Valószínűleg nem nekem szólt a dolog.
Hát ezek után gyanítom, igen, hogy igen. Neked, tehát, hogy akkor már nem hagytak, majd 8 napon túli gyógyuló. De szörnyű agresszívek az emberek, az egyébként ez tényleg benne van a lehetőben. Egyesekre rádohányoznak, érted, másokat majdnem üldöznek. Na, mit akarsz még? De tényleg így van, hogy van valami nagyon furcsa a levegőben. Az a nap már nem múlik el úgy, hogy valakit nevernének hülyére teljesen ártatlanul. Hát mondd meg, miféle elfogytott frusztráció lehet két beteg ápolóba, hogy azért, mert egyébként részeg, de még vagy csak... azért, mert azt se tudott, hogy részeg, csak feküdt egy ágyon, maga tehetetlen van, de mondjuk el is ájulhatott. Vagy összeszedték valahol. Vannak azért olyan betegségek, igen, a betegségnek vagy... tünetei, amik azért enyhén szól és összekeverhetők azzal, amik a betegápoló meg ugye nem orvos, tehát ő nem diagnosztizáljon, de főleg ne rugdosson fejbe betegeket. És fejbe rugdos, érted? Vagy ülsz a padon a Nyugatinál, beteg vagy, gondolkozol az életedről, hogy éppen most tudtad meg, jön három ilyen én fél barom, érted? És azt gondolják, hogy te hajléktalan vagy, és egyébként megvernek. Tehát milyen alapon? Milyen alapon? De a nem? Hajléktalanság se indok. De hát. Az érvelés is nagyon igen. Bostoba, hogy azt hittük hajléktalan. Ja, igen, tudod, hát a... hogy? Tehát, nem is értem egyébként. Az önvédelem az legfeljebb. Tehát, hogy azok arra, hogy elkezdél verekedni, de semmi más. Hogy állunk játékkal? 2-0-ra a hallgatóság visz. Mi történt? Kicsit lelazultunk, kicsit hátradőltünk, hiszen a heti eredményünk 12-1. Ja, hát akkor... Ákos, hello, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, mi a helyzet? Velünk, veled? A kollégina ott melletted, nagyon hallgass csinos. Hallgass a műsort is meg. Nincsen senki mellettem. Ja, nincsen se. Akkor egy kicsit melleket neveztettél, azt látom. Mi újság gyermekfronton? Ja, gyerekek, odaadtuk neki a cumit. Te vagy a párom? Hát én. Nem mindegy, hogy kitesz cumit a gyerek szájába, és? Az a helyzet, hogy végighallgattam mindenkinek a véleményét, adjunk, ne adjunk, most mi legyen a gyerek, ne már üvölt anélkül. Senki. Benyomtuk a cumit, tök nyugodt a gyerek, addig, amíg ki nem húzod a szájából. Ja, a szájába nyomtátok, jó van. Semmi se jó, ha berakod és csöndben van, akkor ki fülébe akarod is próbált, igen. De most miért akarod kivenni a szájából? Kivenni? Ez mondjuk jó kérdés. De tényleg miért? Mert hát, mi kell kivenni? Hát beraktad csöndbe, örülj csöndbe. Tud most körülményes intravénásan táplálni egy ekkora gyereken. De annak örül, hogy, hogy csöndbe van tőle. Az én gyerekem például utálja a cumit. Pedig szerintem is Isten áldása a cumi. A Beri nagyon szerette. A Noel berakod, így néz rá, hülyen, fintorogét, úgy köpi ki, hogy a homlokomon koppan, és képtelenség rászoktat. Mert mindenki mondta, hogy aki az ujján szopja, az azért rossz, mert akkor ugye belenyúlkál majd mindenbe, és azt nem tudod elvenni tőle a cumit. Hát de lenyúlkáljon bele mindenbe, érted? Mennyire cuki első gyerekesek vagytok egyébként? Ez ezt mondja, akkor azon gondolkozom, az azt mondja, azon a másodiknál már ugye senki nem érek, hogy ki, mint azt csinálod, ami neked bevált, és neked működik. Micsoda hülyeség ez, hogy ne cumizzon a gyerek. Nyugodtan cumizzon a gyerek, csak ugye az volt a kérdés, hogy adjunk-e neki cumit, vagy az ujját szopja. És akkor ebből jöttek az... Hát az új szopás az olcsóbb, mint egy fogsa. És mindig nála van. És nem tudja eldobni, mert a cumit tudod el tudod dobni. Ezt nem... Én a két ujjamat szoptam, ezt a két ujjamat. Nekem nem volt cumim például. Ezt a kettőt nézd. Olyan szegények voltunk, hogy most édes apám. Kérdeznek, hogy szoktatták le róla. Most jön a szoció része. Én tudom a szorít, most jön a szoció része. Apám bekönt a csúkszarra. Az ujjaimat. De tényleg úgy szoktam most... le róla. De azóta is ez a kettő legaktívabb. Igen. Egyszerre. Na Ákos, figyelj ide, ne hallgassatok senkire. Amit ti jónak éreztek komolyan. Az első gyerekesek mindig azt mondják, hogy elbizonytalanodsz az anyád, ezt, az ő anyja, az. Amit te ösztönösen jónak érzel, ha akarod, ha cumizik, csönde van, a gyerek kielégül tőle, szereti, csináljátok, semmi baj nem lesz, három évesen úgy fogja kiköpni, mint a húzat, lesz akik. Arra hallgassatok, akinek a leggazdagabb volt a kelengyéje. Láttam már valakit 20 évesen cumizni? Már úgy értem, hogy műanyag cumi van a szájában. Nem annyira. Amikor nem ébren annyira. Volt a felesége? Te csak magatokra egyébként. Nem egyébként a család is azt mondja, hogy azt csináltok, amit akartok, de ha rám hallgattok. Azt csináltok, amit akartok, de ezt most már elrontottátok, azt nem jól csináljátok, ezt viszont most már csináljátok. Hozzám ne gyere, még az is szép mondat. Csak magatok az elején. És Isten tényleg nem köpi ki, hát tök jó, és csönde van tőle. De szeretné? Ez az, hogy közben néha kiesik a szájából, akkor vissza kell tenni, mert egyből üvölt, úgyhogy most már néztem ilyen do it yourself módszereket, hogy hogy lehet rákötni a fejére, de ez most csak zárójelben. Gumi, az tök jó kör. Dehogy is, pillanatra gazd. Vagy az, és akkor megvan orra. Egyből egy szíkszalad. Hát igen, na jó van. Oké, meghallgatjuk a híreket, jó Ákostól. És közben mondom a hallgatóinknak, hogy lehet jelentkezni játékra. Ha valaki játszana velünk, akkor nyugodtan írjon SMS-t. 2-0-ra vezettek, úgyhogy ezen azért fel lehet bátorodni egy kicsit. Nem? Most megjöhet az önbizalmatok, adhattok nekünk, kicsit romokban vagyunk. Úgyhogy jöhetnek az arcoskodó SMS-ek, mi pedig jövünk, Ákos, hírei után.
10 perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a Klasszon a hírek után, és friss közlekedési híreket mondok. Azt hiszem, talán az Ákos már a legtöbbet elmondta, de... Igen, hát, Ákos nagyon jó. Jött még egy-két hát, új. Ákos, hát, gyerekek, Ákos. Ákos, hallod, ez a srác. Ez a fiú. Ilyen szeretnék lenni, én is majd egyszer. Hát, de nem tudunk. Azt nem tudod, hogy nem, nekünk nem megy. Szentendén csatornáznak, de már Tahitót falunál áll a sor. Valaki jelezze már az ott dolgozóknak, hogy több autót engedjenek Pest felé, mert mindjárt Visegrádig áll a sor. Gábor küldte nekünk. Haló! Ti ott Szentendrén, engedjetek több autót. Kifelé kevesebbet, befelé többet. Ne együtt a kettőt. Ez tök logikus egyébként. Gábornak igaza van. Befele jönnek ilyenkor. Egy perc befele, aha. Fél perc kifele. Egy perc befele, fél perc kifele. Valószínűleg minket hallgattak egyébként, nem? Mi van? Hát nem, szerintem tök okos. De hát nagyon jó gondolat. Hát a délután meg többet engedsz ki, mint amennyit be. Nem? A Amerikában van tök sok olyan út, ami mondjuk 6 sáv, 3 be, 3 ki, és reggel a befelé, a 6-ból 4 befelé, 2 ki, délután meg megfordítják. Honnan tudod? Voltál? Nem, voltam. Láttam egy ismeretterjesztő film. De miben láttad, a San Francisco utcáimban? Véletlenül úgy maradt a tévé, ismeretterjesztőn. Mérnök a rendőrök az M3-oson a 103-as körül Debrecen felé. Vigyázzatok. Szabesz küldte nekünk, hogy ne csak Pestről menjenek a hírek, Füzesgyarmati, Szekhalom között minden csendes. Üzenje nekünk. Így van, mi nem csak pesti közlekedési híreket olvasunk, mindent, amit ti küldtök, én kifejezetten örülök, ha nem csak az autópályákról kapunk híreket, hanem kisebb városok, falvak, községek, települések, nagyobb városok, tényleg minden. Nem jó, ha csak Pestről szól a dolog, abszolút. Ennek mi is örülünk, ha például Füzesgyarmati, Szekhalom között minden csendes. Ugye? Ez is egy fontos hír. Lámpa irányít Szentendrén, a Papszigetnél így van a félpályás lezárás miatt. Mondtuk, hogy többet engedjenek befelé. Reméljük, hogy ők is minket hallgatnak. 2 óra vezetnek, ami drága hallgatóink. Ez nem baj, nekünk ez kihívás. Jönni akarunk, és akarunk egy pontot szerezni. Ugye? Ennyi. Szeretnék végre visszülni a nyerekbe. Hát igen, mert hogy egyelőre most kiestünk a nyerekből, beakadt a lábunk a kengyelbe, és egy vágtatóló után fekszünk félig. Hát, és a fejünk kopog a... És a fejünk kopog a mezőn, így van. Igen, most botorkáltunk ki az istállóból, tele van szénával a hajunk, kicsit zavaros a tekintetünk, végre lovagol. Igen, na megnézzük, hogy ki a 7. harmadik játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Lipót vagyok Budapestről. Szia! Lipót, hello Lipót! Jó reggelt! Kicsit rekettesen, de majd tisztulni fog, miközben elkezdek beszélni, mert még most csak veletek beszélek először ma reggel. Még megszólalás szűz vagy? Így van. Mi vagyunk az első, akikkel elveszted a ma reggeli szüzességedet. Budapestről hívtál minket, mit csinálsz? Dolgozol? Otthon vagy még? Valószínűleg otthon, ha még nem beszéltél. Elindultam már otthonról, de most megálltam itt útközben Budakeszin egy benzinkútnál, hogy tudjunk beszélgetni. Budakeszin egy benzinkúton. Mit dolgozol, Lipót? Én médiában dolgozom, médiával kapcsolatos. Szereted? Jó szakma? De jó. Abszolút. Nagyon szeretem. Mi? Tudhatjuk, hogy mit csinálsz, vagy titkos? Nem titkos, abszolút. Mérnökként dolgozom, tehát mérnök informatikus kapcsolódásban. Média felületek informatikai cuccait rakod össze. Nagyon-nagyon-nagyon pontosan fogalmaztál. Öcsém, minden, ami ezt nem érte. Hallom, se tudom, miről beszél, de felnézni rá, diplomás. Melő vagy. Kijártam itt, lehet, igen. Kivel szeretné játszani? Lipót. Hát én úgy gondoltam, hogy a változatosság gyönyörködtetés, akkor legyen Jani. Legyen Jani. Legyen Jani. Hát a gyönyörködtetésben abban van rutinom. Úgyhogy jól választok. Mehetünk? Rendben. Mehetünk. Ekkor 3-2-1, tessék. Lipót, szereted a nevedet? Ez érdekes, mert mindenki azonnal ezzel jön, hogy hogy hívhatnak így, hiszen ez egy olyan név, amely, hát hogy is mondjam, fura? Úrcsa. Anyukád választotta, vagy apukád? A szüleim választották természetesen, és volt egyébként egy másik nevem is, tehát egy klasszikus nevem is van, István. Lajos? De azt... Igen. Ott a vége, de jó vagy, Jani! Jézusom, de gyönyörű küzdelem! Szép volt! Belementem. Belebizony. Jaj, olyan szépen elkezdtél beszélni.
Igen, annyira hálás voltam, értem, oda végre nem egy olyan játékos, aki a passzivitásban menekülne, te mondod, hát ez igen. Lett a vége. Így van, ez a név, ez mindig végig kísért, amióta élek. Igen, ha őszinte vagyok, nem csodálom. Tehát Lipót, igen, szóval, hogy így ritka, nem is nagyon adják, gyere Lipót, egy kisgyereknek, nagyon Lipi. Komoly, egy csecsemőnek, nagyon fura, felnőtt de Lipót. De tehát, gondold azt, hogyha a nevemem szólítanak, csak én fordulok meg az utcán. Ez is igaz, azt mondják, hogy 80 visszafordulnak, igen. Igen, vagy a szüleid egy kicsit idősebben szültek téged, és egy nagyon komoly, vagy mérnök emberek, vagy ők is egy nagyon komoly emberek, és nem akartak semmiféle lazulást a nevedben, nem? Tehát kicsit konzervatívabb, komoly ember. Így van, konzervatívak vagyunk. És szóval jöhetett volna még a Ferdinánd és a Konrád is. Így van. Egy kis jellem ábrázolást kaptál itt tőlünk a hangod alapján. Abszolút, de most már vissza is tért a hangom, úgyhogy... Most már. Jól van, Lipót. Majd legközelebb akkor megpróbálom behozni. Elengedünk akkor. Rendben. Ügyes voltál, egyébként majdnem kikerülted a csapdát, de a Lajos mindent vitt. De még azt mondom, hogy Jani vagy János város nincs, viszont Lipót város van. Így van. Igen, meg Lipót mező is van. Hát. Hát mennyi még ilyen. Mennyi minden. Köszi a játékot, ciao. Köszönöm szépen, sziasztok. Hello. Na jó van, akkor így tehát jelen pillanatban zárkózunk. Ez az. 2-1. Jók vagyunk. Elindultunk. Na, megint belöktük a hetet egy kicsit. Még nincs a minden vége lesz. A lényeg. Csak a győzelemre emlékeznek majd az emberek, nem az arányokra. Bizonyám. Hát ezt a bölcsességet más és nem lehet. Bocs. Tudod, így vannak dolgok, ahol meg kell állni, nem szabad még rátenni, mert nincs az tovább. Már nagy hiba. Ezt azt kell mondani, hogy megvolt, igen. Török Szent Miklóson a rendőrség előtt rendőrautóból mérnek. A rendőrök kaptuk SMS-ben, Sümegen a 84-esen a lámpánál mérnek a szervek, ez pedig Hornet küldte nekünk. Na, ígértük ugye már reggel 6 óra után, hogy mivel foglalkozunk 7 óra után, amit ígértünk 6 óra után. Az pedig az, hogy ugye tegnap beszélgettünk arról, hogy mi hogyan trükközünk boltokban, éjjel-nappaliban, hiperekben, és hogy nem próbálunk lopni, nem erről beszéltünk, hanem mi az apró kis trükkös vásárlói fogás, amit bevetsz azért, hogy egy kicsit megkóstol, egy kicsit kevesebbet kelljen fizetni, de még nem számít lopásnak. És ahogy mondtuk, ma megcsináljuk a téma ellenkező részét, oldalát, másik aspektusát. Most olvastam, hogy ez is ideillik. Nem rossz, ugye? Nem rossz. Vagy a téma. jelentsen a szó bármit is. És arra kérünk benneteket, drága Morning Show hallgatók, hogy mindenki, aki kereskedelemben dolgozott, hiperben, éjjel-nappaliban, hentesnél, grillcsirkét árult zöldségesnél dolgozik, írjátok meg, hogy milyen trükkök, fogások vannak arra, nem feltétlen csak arra, hogy átverjetek, hanem, hogy megvegyük, ami nem sokára lejár, hogy előbb ahhoz a termékhez nyúljunk, és ne ahhoz, ha a grillcsirke nem abból a csirkéből van, és azért lett belőle grillcsirke, írjátok meg, hogy az miért pont grillcsirke, ha a szalámi háromnapos, mi a trükk, hogy én abból kérek, és ne a frissből, ami alatta van, és nem látok. Tehát rengeteg olyan dolog van, amit az ember nem tud. Hogy vértezzük fel magunkat mi is ezzel a tudással, nem? Hogy most próbálnak bennünket... majd bedőlni. Hát azt azért nem hiszem, hogy kicsit messzire mentél felé, hogy boltok fognak bedőlni. A régi közvetvállalatosok írják meg, hogy sikerült azt megoldaniuk, hogy mi mindig csak a végét kapjuk annak a rohadt párizsinak. Igen, tényleg, tehát hogy mit csináltok? Aki zöldséges, aki eladó, vagy eladó volt, nem kell aláírni, ha akarjátok, odaírjátok, ne hívjatok vissza. Nem hívunk vissza, senkit nem fogunk kiadni, nem kell hiperláncot mondani, vagy nevet, semmit. Egyszerűen arra vagyunk kíváncsiak, hogy idézőjelesen, nem is az, hogy vágnak át bennünket, mert nem erről van szó, hanem milyen okoskodások, trükközések mennek, hogy az a termék fogjon, amit ők szeretnének. Nem? Ugye? Nem átvágásokról van itt szó. Csomagolási trükkök, hogy csak otthon derüljön ki tényleg, hogy nem abból kaptam, amit kinéztem magamnak. Nézzük meg, jó? Várjuk az SMS-eket akkor, hogy meghallgathassuk a másik oldalt, és mi pedig jövünk, Ákos hírei után. És uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 11 perccel, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, és egyre szebb időnk lesz, ha valaki most indul, már nem kell nagyon fölöltözni holnap, még könnyebben, pénteken pedig mesztelenül lehet jönni, gyerekek. Így van, így van. Újra, itt a kánikula hétvégén pedig 23-25 fok.
néha egy kis gomoly felhő vasárnap, de hát azt megszoktuk, hogy hétvégére mindig egy kis vihar, és jó idő, tehát igazi kora nyári idő lesz a hétvégén. Gyönyörű, szép, romantikus idő van, senki ne csodálkozza rajta, hogyha azon veszik észre magát, azon kapja magát, hogy dúdolászva, kicsit a lépteit lassítva, a semmiben meredve, egy virággal a kezében sétálgat, így az utcán, és csak így lófrálgat, és akkor olyan szép pillanatokra gondol, mint amikor megismerkedett a kedvesével, a barátnőjével, a barátjával. Nagyon után, vigyázzatok, hogy nagy betévegyetek ilyenkor ide a Népligetbe, mert hogy esetleg probléma lehet belőle. Csúnya dolgok történnek, igen. Na, holnap kicsit változik a program, mert hogy minden borult igazából. Minden borult, amíg Gáborunk is, pedig azt ígértük, hogy mindenki írja hozzá kérdéseket, de Gábor holnap elmarad, mert hogy megkaptuk a hírt, és ez számunkra a legfontosabb projekt így, hogy közeledik a tavasz, és eljött a jó idő. A ház átadással kapcsolatban, hogy elkészültek, kész vannak, és minél előbb költöznének, ehhez pedig kell egy idézőjeles ház átadó. Ugye, amit mi arra gondoltunk, hogy holnap 9 óra után ünnepélyesen megtartanák. A májusfával pesgőt vágunk az oldalához, mint a hajóknál. Tűzoltó zenekarral. Nagyon jó. Tűzi játék legyen. Tűzi játékkal. Király. És mint minden olyat mondom. Én viszem az ollót a nemzeti színű szalakhoz, minden más ti hozzatok. Igen. A hajót, a pesgőt, a májusfát. Autóút és autópálya átadással. Mindennel együtt. Ugye, ha valaki nem tudná, gyűjtöttünk egy családnak, mert hogy leégett a házuk. Leégett a házuk, és ez egy szomorú dolog volt, viszont az ország összefogott, és ki kicsit, ki nagyot, ki kevesebbet, ki többet, mindegy is, hogy ki mennyit, igazából nem az összeg számít, hanem hogy nagyon sokan segítettek ezen a családom, és ők holnap be tudnak költözni az új házukba, amit lealapoztak, leszigeteltek, új nyílászárókat tettek bele, és holnap ők költözhetnek. Ez egy nagyon jó dolog, egy nagyon klassz dolog, és az egész ország segített nekünk. Ugye érdekes volt, mert hogy egy sima játékból indult a dolog, ugye? Így van, nem is tudom, mi volt fekete. Hármas ugrás. Igen. Jó, és akkor olyan szomorkás volt a hölgy, aki betelefonált, így lógott az óra, én meg mondjuk örülnék, hogyha én betelefonáltnék egy játékba, hát legalább benn vagy, hát ha nyersz, és akkor megkérdeztük tőle, hogy mi van, mi a gond. És akkor mesélte el, hogy ilyen rémisztően hihetetlen a történet, hogy ott voltak, elmentek valami, kigyulladt, és mire visszajött, minden rommá égett. Igen, minden rommá égett, ezt ugye Erzsi elmesélte, és azt is, hogy ők ezt végignézték, gyerekek vannak a történetben. Ők is ott álltak az égőház előtt, és az utolsó papucsi, köntösi, mindenük. Tényleg a fotói emlékig mindenük oda lett. Mindenük, és hát ugye a hallgatók nem csak pénzt küldtek, hanem rengeteg adományt is. Gyakorlatilag egy teljes háztartásnyi adomány érkezett a számukra. Olyannyira, hogy aztán később már mondta is, hogy köszönjük szépen, de többet nem kérnek, mert egyszerűen mindenük megvan, ami volt, sőt még annál egy picit több is. Köszönhetően a hallgatóknak. Igen. Igen, és hát ez nagyon nagy dolog, úgyhogy holnap 9 óra után mi megyünk, hogy mivel azt még nem tudom. Hát egy fél multiplával. Nálam nincs hely. Hogy érünk oda 9 után, azt nem tudom még, de majd valahogy szerzünk még egy autót, kicsit autó hiány vagyunk, mondom én ezt. És azoknak, akiknek van, ugye most aha, azoknak, persze, akinek van, van több, egy fiát multiplálásnak, hogy az ő autójukkal járjék egy ideig. Nekik is tekedjenek felhívni a 0-9. És megyünk házátadóra holnap 9 után. Ami azt jelenti, hogy 8 óra után, ha valaki ezt a történetet nem hallotta volna, hogy mi történt, újra meghallgathatja, mert hogy nekünk kell egy kis idő, amíg mi leérünk. Nem lesz egyszerű, nagyon rohanunk kell, majd ezt is ki kell találnunk, hogy érünk le. Mert hogy utána egy hétig elutazik néhány olyan ember, aki viszont segített nekünk a ház átadásban, házépítésben, stb. Ezért mi ezt minél előbb szeretnénk átadni, ezt most tudtuk meg, hogy ez a dolog készen van. Átszerveztünk mindent, és holnap 9 óra után lemegyünk, és ezen ott vagyunk Erzsékkel, amikor ők belépnek az új házukba. Ez egy csodálatos pillanat lesz, tehát gyorsan kell leérnünk, mert azért tehát nincsen olyan nagyon közel, körülbelül egy óra forgalom nélkül, majd azt Feri megnézte, illetve utána nézett, de szerintem, mivel ugye a Speed Marathon kapcsán nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki az ORFK-val, ők biztos, hogy adnak nekünk egy rendőrmotorost, aki felvezet minket, és takarítja előttünk az utat. Én szinte ebben biztos vagyok. Én szerintem ők vannak ennyire jó fejek.
Ugye? Jól érzem, hogy valahogy próbálunk megágyazni. Hogyan érjünk le egy óra alatt? Hogyan érjünk le, hogy még adásban vagyunk reggel, de 9 óra 5-kor már azt tudjuk mondani, hogy itt vagyunk a helyszínen. Jó felvetés. Kicsit én is stresszelek, viszont holnap át kell adnunk, és örömmel tesszük mindezt persze. Tehát két dolog nincs ahhoz, hogy oda menjünk, autónk és az útbiztosítás. Tök jó minden. Fantasztikusan állunk, gyerekek. Fantasztikusan állunk. A házat megszereztük, az összeget összegyűjtöttük, Erzséknek megvan minden. Ruha a gyerekeknek, játék kész, a ház le van szigetelve, mindent leszerveztünk, mindent megcsátunk. Nincs kocsink. Egyetlen egy dolog hiányzik, és kevés az időnk. Időnk nincs, és kocsink nincs. Minden másunk van. Viszont van egy nagyon jól működő rendőrségünk. Van egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretett BRFK-nk. Akiktől lehet, hogy némi segítséget szívesen vennénk. Köszönjük szépen. Sőt, lehet, hogy a kettőt együtt tudják megoldani, hiszen rendőrautóval levinnének és visszahoznának. Bizony. És hármunk közül van valaki, aki például a rendőrnapon is vállal a műsorban. Már hívta, csak pont nem érek rá. Képzeld el. Most a Feri. Feri, de ezután ráérsz. Most ráérek. Ha idén nem érsz rá jövőre, akkor beígérsz egyet, valamit adnunk kell. A másik nem olyan fontos. Kerék, nem, tudom. Sopronban leszünk. Sopronban? Nem, pont akkor a BRFK rendez ilyen kerékpáros napot, és akkor oda hívtak, hogy bringázzak én is. Elmondtam, hogy pont Sopronban. Drága BRFK, nagyon kedves ORFK. Nagyon-nagyon kedves B és ORFK. UBRFK. BORFK. Az őrvezetőktől a dandártábornokokig mindenkinek. Igen. Ha a Feri nem tud elmenni a rendőrnapra a jövőre, megcsinálom én. Új, de jó! Jövőre megkaptok a rendőrnapot, levezetem nektek. Cserébe vigyetek le holnap, légy, mert nem érünk le, mert nincs autóm. Jövőre megcsinálok. Most egy olyan rendezvényt, amit a rendőrség szeretne, megcsinálok neki. Ez a deal. Gyerekek. Akkor holnap vigyetek le minket, srácok, mert nem érünk le, és átadják meg nélkülünk a házat. Ilyenkor szokott lenni az filmekben, hogy egy év múlva. Figyelj, Feri, hallod? Figyelj, nem tudok menni, létszét csináld már meg. Ha én azt élőadáson megígérem, megcsinálom. De nekem van még egy kis továbbfejlesztett ötletem, mert hogy a rendőrségnek nem csak autója van, hanem helikoptere. Azt a mindenit! A becsárja! Szálljanak le itt az arénában. Fradi pályába, átmegyünk. Átszaladunk, lehuppanunk, és rászállunk a házra. A mindenségi. Leszállunk a házon. Szerintem ez a rendőrségi helikoptertek a tök korrekt felhasználás, hogy bennünket elvisz tátra meg vissza. Nem? Az. De. Az. Hát ez egy nagyon jó ötlet. Hát picit féltem tőle, hogy van egy még jobb ötletet, hogy mondjuk Balázs és én vezessük a sorthazon a rendőrnek. De nem, ez történt. Hát ezt nem engedlek emberek közé, tudod? Köszönöm szépen. De ez felajánlást jó. Megtettük a rendőrségi. Ha akar, él vele, jövőre az övék vagyok. Egy napig. Egy jó kis rendőrségi mi négyes helikopát. Figyelj, az jó. Ez jó. Ez tetszik. Az vagány, az menő. Jó, igen, tényleg mit bénázunk itt autóval. Ugye? Persze, a fiat múlva is nagyon jó, de nagyot álmodni, hogy vigyenek le minket helikopterre. De mi nem szeretünk kérni, inkább adni szeretünk. Mi egy olyan rádió műsorunk, akik keveset kérnek. Soha nem élünk vissza a helyzetünkkel, nem élünk vissza a lehetőségeinkkel, a nyilvánossággal, semmi baj. Most egy picit kérünk. Nem, most ritkábban kérünk, inkább hallgatóinktól kérünk, de nem a mi érdekünk, mert most kérünk. Most se kértünk, hanem csak így föllebbentettük a fájtlat azokról a lehetőségekről, amivel az a gyönyörű együttműködés közted és a rendőrség között az még szebb. Átpasszoltuk a labdát a rendőrség térfelé. Nagyon jó. Most ott pattog. Halljátok? Még vissza lehet tapasztalni. Jó napot kívánok. Sajnos helikoptert nem tudtunk, de egy tömegőszlatós lövészpáncélos. Az gyorsan megy? Egy vízágyús autóval nagyon szélesen levisszük öröket. Hát egy 70-80-nal megy, de takarít maga előtt. Akkor ott vagyunk 50 perc. Na jó. Oké, hát tényleg szívesen veszük a segítséget, 10 után abszolút elérhetőek vagyunk, drága ORFK, segítsetek nekünk. Úgyis azt mondtuk egyébként, hogy ez az országháza, amit mi holnap átadunk idézőjelesen, mert hogy kicsit mindenki beletett. Marika néni 500 forintot, Szabó család 1000-et, Tóték 3000-et, van, aki nagyobb, van, aki ablakot hozott, van, aki szigetelőanyagot hozott, van, aki a fűtés szerelte, a hallgatóink közül valaki azt mondta, hogy övé a komplett villanyszerelés, és megcsinált mindent, ő is egy hallgatónk, konyhai eszközök, ruhák. Tehát ezt a házat az ország rakta össze Erzséknek. Tényleg nagyon szomorú sorsú családnak, és talán holnap ők lesznek a világ legboldogabb embereim. És ehhez most kicsit mindenki még egy picit hozzátehet.
egy autóval. Így van. Valaki jó tudna van. Mondjuk egy háromszemélyes tandemet kölcsön. Köszönjük szépen, most egyelőre nem élnénk ezzel. Nagyon szépen köszönjük. Azt is tudok szerezni, jut eszembe. Inkább levágom a bal lábamat, mint nem tandemre üljek. Miért egy hármas tandem? Ne, majom, a köszörű kövön ott mennénk hárman, én mondjuk középen ülnék, fagyiznék és feltett lábbal. Jani, elől én annyira hátul. Tudom, hogy én lennék elől, és belerokkannék valószínűleg mert minden egyes méterbe. Csak akkor tekernétek, amikor hátra nézek. Megyünk, Janikám, nyomjad, jók vagyunk. Ki volt, az a fura hangon beszélő rajzfilm figura, ilyen kalapban úgy bringázott, hogy mindig... Pampalini. Valami nem tudom, furán beszélni mindig, és fenn volt a lába a bringán, és a tandemeztek, és sosem tekert. Na, az lennék én ezen a bringán. Tehát középen ülnék, feltett lába, kalapban aludnék egyébként. Rólatok meg folyna. Folyna a víz. Aztán miért helikopter? Gripen! Gripen öcsém! Te mit nekünk? Mit nekünk a helikopter? Gyerekek, igen, írja egy hallgató, és tökéletes, igazából jó fejek vagytok, az autóitok is rámentek a jótékonykodásra. A gatyák ráment a jótékonykodásra, autónk sincs. Illetve van egy alfánk, ami két személyes. Bizony. Miért nem megyünk le ketten is, jön le a Jani BKV-val? Tök jó, megvagyunk. Szeretsz vonatkozni. Mert csak a közigazgatási határig megy a BKV, biztos. Akkor miért nem szállsz le ott a BKV-ről, szállsz át valami, nem tudom, lovaskocsira? És a vonat? Hát szeretsz vonatkozni, gyere le vonattal. Külön vonat. Hát persze, nyilván. Na jó van. Oké, foglalkozunk akkor a témával, amit ígértünk, mert hogy tegnap egy érdekes dologgal foglalkoztunk, ugye kiderült egy magyar kutatásból, hogy a magyarok szeretnek lopni hiperekben, üzletekben, a magyar ember lop. Ez itt szörnyű egyébként olvasni, nyilván ha az ember azt mondja, hogy valaki rászorul és lop, adan szomorú, de egyszerűen ez megbocsáthatatlan akkor is. Tehát a lopás semmilyen körülmények között nem egy jó dolog. Mégis kiderült, hogy a magyarok azért szeretnek ugye üzletekben lopni, ügyeskedni, trükközni. Mi nem a konkrét lopásokat néztük meg tegnap, hanem a trükközést. Trükköket. Hogy trükközöl, hogy csalsz egy kicsit a mérleggel, hogy eszel bele a mogyoróba. Most nyilván az is az áruházláncia, megeszed, ellopod, de nem a klasszikus lopásokat néztük, hogy disperzites vödörbe beleteszed a videókamerát. Nem erre gondoltunk. És azt láttuk, hogy megcsináljuk a fordítottját, vagyis arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit írnak nekünk a kereskedelemben dolgozó hallgatóink. Hiperek, vezetők, igazgatók, árufeltöltők, eladók, hentesek, zöldségesek. Nem csak hiper, nem akarjuk őket bántani, hanem bármilyen kis üzletben, zöldségesben, éjjel-nappaliban dolgozó, árufeltöltő, eladó tulajdonos, milyen trükkök vannak arra, hogy bennünket megvezessenek? A felvágottas pultnál, a lejárt termékeknél, a leárazásnál, az ásványvizek kihelyezésénél, a polcoknál, a grillcsirkénél, a szaláminál. Hát elképesztő dolgokat hallasz, hogy hogyan vesznek rá, hogy vedd meg ezt inkább, ne azt, hogyan vetetnek meg veled valamit, ami már lejárt, vagy nem sokára lejár, milyen trükkök vannak. Erről beszélgetünk. Várjuk az SMS-eket. Van állítólag olyan mérleg, én ezt most hallottam néhány hónappal ezelőtt, és ez azért érdekes, mert tegnap pont mesélte az ellenkezőjét a hallgató a dolognak, hogy ő föltesz mondjuk egy kiló almát, és kicsit alá tart a mérlegnek, hogy kevesebbet mutasson. Most jön a viszálya a dolognak, és ezzel leszünk majd nullán, figyeljetek, mert állítólag van olyan mérleg egyes boltokban, amit úgy lőnek be, hogy amikor te 90 dekát teszel rá, akkor ő már egy kilót mutasson. Tehát azt mondod, hogy te egy kilót akarsz venni valamiből, fölpakolod, az ténylegesen csak mitén 90 deka. És minden kilón fognak 10 dekát. 10 dekát, igen, de nem fognak, mert ugye... Ja, tényleg. Ő meg visszacsalja. Tehát mit csinál? Mit csinál? Nullán van. Manuális korrekció. Igen, manuális korrekció van a dologban, és így aztán nullán van, de egyébként hát nyilván nem mindenki csal a mérésnél. Hogy ne, ezt mindig mondjuk el, hogy vannak becsületes eladók, üzletláncok. Van, aki 20 dekát tol fel az ujjába. Igen, zöldségesek eladók, tehát nem általánosítunk soha, apró trükkökre vagyunk kíváncsiak a vásárlók érdekében, de nem általánosítunk. Ez egy jó trükk, igen. Én a szaláminál és a felvágottas pultnál hallok rémdrámákat, ugye az már szinte közhelyszerű, hogy mit tudom én, milyen húsokat mosol le te ecetes vízzel, mint például a virsit lemosod ecetes vízzel, az újra csillog, szép lesz, gyönyörű lesz, lemosol róla mindent. Vagy a pajzer, illetve már nem vagy csillog. A párizsit. Igen. Mert hogy általában ettől a kis nyákos anyagtól, ami ugye az állásból termelődik, attól válik ilyen csillogóvá felületet, abban a pillanatban, ahogy szépen lemostod, már újra megint egy kicsit ilyen szárazabb a tapintása. Én azt hallottam, hogy a felvágottnál például úgy próbálják veled megvetetni a régit, hogy lerakják a felvágottat, amit te nem látsz mondjuk, de nem egymás után, hanem toronyba. És a toronynak a tetejére mindig egy darab frisset tesznek, de a torony önmagában már nem a friss. Aha.
És akkor te kérsz belőle. És te ránézel, és azt látod, hogy a torony teteje gyönyörű, friss, ugye látod azért, ha egy kicsit ugye már a sonka zöldül, mit tudom én, de a torony teteje mindig friss. A torony alatt, vagy a friss alatt azonban mindig ott van 20-30 dek, amennyit kérsz a régiből. Azt leszedik, leadják neked, te otthon látod már a színkülönbséget, akkor már nem tudsz nem mit csinálni, és mindig az tetejére rátesznek egy újabb frisset. Mekkora ötlet? Takarólemez. Takarólemez tesznek a felvágottra, így képzik ki az eladókat, hogy tegye rá a tetejére a takarólemez, tűnjön frissnek, alatta azonban először tett ki azt, ami nem sokára lejár. Nem gondolnád, nem? Olyan kicsi, apró praktikák vannak, hihetetlen ügyes, ugye? Nagyon, 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 nagyon. A például a felvágott elejét, végét olcsóban kéne adják? Hát... Mert az, ez még nem trükközés, csak így eszembe jutott, hogy mondtad a felvágottakat. Tulajdonképpen ugyanarról a termékről ugyan? Igen. Szól, csak hát... Csak összefelé mondjuk, megy. Igen. Igen. Itt van Robi, aki egy... áruházláncban dolgozott, mindegy is, hogy melyik, nem is akarunk nevet hallani, nem erről szól ez a dolog. Évekig osztályvezetőként, jól mondom, Robi, hello? Sziasztok, igen, igen, készletgazdálkodási osztályvezető voltam. Készletgazdálkodási osztályvezető, milyen hivatalosan hangzik ez? Igen. Ez mit jelent? Hát igazából rajtam függött az, hogy milyen termék kerül be, milyen terméket kell kifuttatni, mi az, amit már nem fogunk árulni, mi az, ami le fog járni. Jó, hát minden akkor te élethalál ura voltál, hát hogy mi kerül be, mi nem kerül be, azért az nagy, nagy, nagy hatalom, nem? Igen, így is fogalmazhatunk. Na, majd nekünk trükköket, hol vágnak át, mit csinálnak, mire kell figyelnünk vásárlóként? Igazából ez az átvágást, én ezt inkább megtévesztésnek mondanám. Lehet, hogy az a jó szó. Hogy is mondjam, igazából a nagyon nagy hiperekben, ahol én dolgoztam, az is 12.000 négyzetméter. Vannak különböző olyan helyek, ahol a vásárlóknak nagyon nagy százaléka megfordul. Mondjuk 90% megfordul egy Golden Cross elnevezésű helyen, ahol két fontos fősor találkozik. Na most az olyan termékeket, amik például közeli lejáratosak, de ne frissárulra gondoljatok, tehát nem ilyen felvágott meg ilyenek, hanem mondjuk liszt, vagy tészta, vagy bármi csoki ilyenek, azokat kihelyezik ilyen helyekre. Na most a magyar emberek olyanok, hogyha akciót látnak, még a 2 forinttal olcsóbb, akkor is már egyből rámennek. És szép nagy marketingekkel ellátva, az ilyen helyeken, hogyha kirakják azokat a termékeket, amik nem sokára lejárnak, akkor az 99% hogy az el fog fogyni. Hát ez egy nagy köze, igen, az akció olcsóbb, és akkor azonnal rá. Igen. Igen, az ember. Az a csúnya ebben, hogy a régi járat azt kiírják pici betűvel, az új járat hatalmassal, az akciót az még nagyobban, és hogyha jól megnézed az árat, akkor nagyon sokszor, hát szinte semmi akció nincsen rajta, csak egy pici, éppen hogy törvényileg ne lehessen belekötni, tehát tényleg olcsóbb, de annyival nem, hogy az meg is érje. Uh-huh. A másik ilyen alternatíva, vannak olyan termékek, amik nem annyira fogynak az áruházba. Viszont, hogyha bemész egy boltba, ugye ez ilyen tömegvonzás, hogyha valaki vásárol valamit, és sokan veszik, akkor az biztos, hogy jó, tehát te is azt fogod venni. Na most, nagyon sok áruházban csinálják azt, hogy egymás mellett van mondjuk 3 olyan termék, ami ugyanolyan kategóriába tartozik. Abból 2 jól fogy, 1 nem annyira. Szépen fognak egy diákot, vagy egy bárkit, erre a célra, aki megfelel, tehát nem egy normál dolgozó, ezért ne vegyék ki a láncból, neki az a dolga csak, hogy a jól fogyó termékeket folyamatosan teljesen feltöltse, a kevésbé fogyó, az pedig hát úgy helyen közel van feltöltve, mint hogyha az fogyna a legjobban. Jó, de okos, de jó, ezt nem ismertem. Tehát ami nem fogy, abból elvesztek, ami nagyon fogy, az föltöltitek, kvázi én azért nyúlok oda teljesen tudatalattilag, vagy tudattalanul, mert azt látom, hogy abból vittek sokat, valószínű igen. Ez a jó, van 8 darab tejföl, ahhoz nyúlok, mert azt sokan vitték. Pontosan. Milyen igen. Okos? Ezt nem ismertem. Ez nagyon jó. Igen, meg ugye még hogy hova lehet kirakni olyan terméket, amivel bajban lenne az áruház, hol az, ahol, mert melyik az a hely, ahol minden vásárló megfordul. Ugye 2 ilyen hely van, az egyik a bejárat, de a bejáratnál még mindenki össze-vissza van fejben, rohan A-ból B-be, akkor azt a sornál viszont mindig várakozni kell, ugye, mert mindig hosszú a sor, ezért ott is szépen nagyon ki lehet pakolni az ilyen termékeket, amikkel ilyen probléma lehet. Na most még, hogy mivel egyébként az előbb beszéltetek a mérleg dologról, hát én igazából több olyan helyen is voltam már, ahol lehetne csalni a mérleggel, de abban az áruházláncban én dolgoztam, pont azért, mert nagyon sok veszteséget okozott az áruháznak az, hogy lemértek, mit tudom én, a legdrágább almából egy kilót, és a legolcsóbbnak a címkéjét rakták rá. Ezért ott már bevezették azt a húsoknál és meg minden egyéb dolognál, hogy a kasszásnak kötelessége lemérni újra. Hogy újra mér a kasszás, ezt igen. Hát ez egyébként érthető, a magyar ember azért annyit csalt, hogy ez szerintem tök jogos, hogy a kasszánál mérnek. Ezért nem működik ebben az országban, hogy mér le és ragaz rá. Tehát ez olyan, mint a becsületkassa, ez nincs. Meg lemérem igen. A legdrágább almát, nyomok egyet a legolcsóbb rárakom. Tehát ez érthető azért, ebben meg kell védeni őket. Persze. Egyet mondanék, amire én már azt mondanám, hogy hát az már szerintem szemtelen dolog.
Mondok egy példát. Mondjuk van egy chips, amiből rengeteg van a központi raktárban, el kéne fogyasztani. Na most ez a chips, tegyük fel, 99 forintba kerül, a szabideje az még nem annyira közeli, de nem fog elfogyni, addig remélem lejár, mert ugye látják a fogyásokat. Na most azt csinálják ilyen esetben, hogy mindig ugye vannak akciós újságok, amiket meghirdetnek már előre. Na most ezt a 99 forintos chipsnek az árát felemelik 129-re, két héttel az akció előtt, utána az akció hetében pedig kiírják, hogy 129 forint helyett most csak 99 forint, tehát igazából ugyanott tartunk, mint ugye a normál áránál, igen. Tehát milyen jó, hogy az ember látja. És ott van újra az akció, igen. Igen. Szóval igazából ezek azok, amivel... Hát ezek ilyen lélektani trükkök is egyben, amik hatnak ugye a háziasszonyok, hogy akció kérdés, hogy mennyi akció, igen, erről beszéltünk régebben. Robi, köszi, hogy elmondtad, érdekes dolgokat mondtál, köszi. Ciao, hello. Hello. Köszönjük szépen. Ugyanilyen lélektani trükk lehet ez a toplista is. Mostanában, hát most már egy jó ideje, azért láthatom mindenféle áruházakban, hogy toplistás termékeink. Na most láthatod ilyen toplistát? Persze, ott van érted az első öt helyezett, akár mosógépről van szó, akár mondjuk valamilyen videó, vagy mint tudom én, valami filmről, Blu-ray-ről, CD-ről, DVD-ről, stb. Ők a toplistások. Ezekből fogy a legtöbb. Az nem jó, az nem hazugság ez a toplistás, mert ez tényleg toplistás. Tehát a toplistán, azon a toplistán van rajta, amit marha gyorsan el kéne adni. És akkor innentől kezdve ő nem hazudott semmit. Abszolút, igen. Kereskedelmet és marketinget tanulok. Esettanulmányból tudom, hogy a jobb kézre eső termékeket jobban veszik, ezért a drágább termékeket jobb oldalra teszik. Milyen érdekes. De ha állok egy hosszú pultnál, akkor ott mindig csak a szélén van, az esik jobbra, vagy hogy? Tehát mindig tudják, hogy hol állok, mert ahhoz képest, ami először balra esik, ha átállok annak a jobb oldalra, akkor már jobbra esik. Akkor a másik nem? Oldal. Igen, előre szeretett felvágottaknál a tegnapi maradékra tesznek rá egy szelet friss szeletet, amit mondtam, ha veszel belőle, tesznek rá egy újabb friss szeletet, és te csak azt látod, írta nekünk Csaba. Aztán tanulóként úgy kezdtem a napot, hogy a lejárt nyálkás virslit le kellett mosnom, a száraz kolbászt olajos kefével át kellett sikálni, hogy eladható legyen, és eladható is lett. Adri Baba küldte nekünk, ez egyébként egy sima kis éjjel-nappali volt. Azt mondja, hogy a büfében a csemege pultnál a megmaradt tegnap előtti szeletelt párizsiból, szalámiból meleg szendvicset kell készíteni. Ez a szabály, reszelt sajt kizárólag csak a lejárt szavatosságú lehetett. Volt, hogy a fele penészes volt, lereszelve egyébként, ezt már a kedves vevő nem látja. A lecsó kizárólag megmaradt paradicsomból, paprikával. Ú, de szeretnék ebben az éjjel-nappaliból, nem tudom mi, ez ebben a büfében reggelizni, nem? Hát azt mondják, hogy vízzel mosott kolbásszal készít. Penészes sajt nincsen, csak túlérett. Bizonyán. És az nemes penész. De ugye szép. Kék sajtot teszünk rá, még drágább. Fortöcsi. Jelentkezett egy hallgatónk, hírek után adásba teszünk, aki elmondta, hogy ha szeretnénk tudni, mit teszünk, akkor a grill csirkét veszünk, ő elmondja nekünk, meghallgatjuk ezt is. Nyilván nem általánosítva és nem örökérvényűen mondjuk azért ezeket. Vannak, akik azért ezt normálisan csinálják, persze, de kíváncsiak vagyunk, meghallgatjuk, és még rengeteg SMS, hogy mire kell vásárlóként odafigyelni. Jövünk ezekkel, Ákos, hírei után. Ez itt a Morning Show. Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan. 3 perc múlva jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk a Klasszon, és egy jó kis Hooligans dal utána, ami hát nem annyira új, ez egy remix, ugye? Tehát ez a paradicsom, ez talán a legelső Hooligans dal, még én 96-97-ből. Igen. Gyakorlatilag az első videoklipjük volt, hogyha jól emlékszem, legalábbis az E+ zene csatornán. És lehet mondani, hogy ez a szám hozta meg nekik akkor az áttörést. Így van, igen. Na, mi pedig ugye érdekes dolgokról beszélgetünk tegnap magunkról, kicsit önkritikát gyakorolva, ki mibe eszik bele, ki miből csippent le, ha elmegy vásárolni, ki hogy tesz el magába egy zsömlétiszteret a kivételnek, nyilván van, aki soha nem csinál ilyet, és így is van. Vágná le a jobb kezét, mint hogy akár nem egy darab mogyorót is megegyen, de ugye tegnap a Hogy trükköznek a vevők című adásunkat hallottátok, most pedig a Hogy trükköznek az üzletek, erről beszélgetünk. Elsősorban élelmiszerekkel nyilván, és arról beszélgetünk ugye a különböző áruházakban, kisebb-nagyobb hiperekben, éjjel-nappalikban, kisboltokban, kisközértekben. Milyen apró trükköket lehet úgy bevetni, hogy hát az ember ne vegye észre, hogy finoman meg van vezetve. Van egy hallgatónk, aki azt mondta, hogy szeretne néhány mondatot mondani a grill csirkéről. Akarjuk tudni? Téged már nem éri. Én szeretem a grill csirkét, úgyhogy ne. Na, meghallgatjuk érdekes dolgokat. Mond Tamás, hello, jó reggelt! Szia, jó reggelt! Hello. Itt is tegyük hozzá, hogy nem mindenki, nem mindenhol természetesen, de a grill csirke okot adhat arra, ha néhányan úgy gondolják, hogy csalni akarnak, hogy ezt megtegyék, nem? Nyilván nem szabad általánosítani.
Na hát akkor kezdeném is. Én konkrétan nem csak a grill csirkéről szeretnék beszélni, mert biztonságőrként elég sok mindent láttam. Szóval voltam biztonságőr egy csirketelepen is, és amikor hozták a kicsi csirkéket, az kb. 3 hét múlán vágni vitték, mivel a gyógyszeres vizeket meg satöbbiket kapnak. És akkor... Egy mondatotban volt annyi információ, hogy gyógyszeres vizet kapnak. Igen, gyógyszeres víz, meg tár, meg satöbbi, szóval egy nappal előtte nem adnak neki enni, inni a csirkéknek, mikor viszik őket vágni, gondolom, hogy a szervezetükben ne legyen benne. Aha. Szóval nagyon hamar vágni viszik őket, és az a lényeg, hogy amikor feltuszkolják őket a kocsira, legyen az több ezer darab, viszik a vágóhídra, akkor egy jó pár százalra összenyomja magát, megdöglik, stb., és ezt az üzletlánc féláron veszi meg, abból lesz a grillcsirke. Nem mindenhol azért, ezen mondjuk így ki, hogy igen, tehát vannak, hallottad azt, hogy valahol, tehát ez azért fontos, ugye, hogy nyilván nem mindenki, igen? Tehát a halott grillcsirkéből, lesz a grillcsirke. Igen, mert meg a műanyag szaga van persze, aminek egybe csirkét árulnak, és egy idő után lesz egy kis szaga, még abból csinál. Azért van ennyire befűszerezve, stb., és ez mind elnyomja. De a másik dolog meg a tésütik, amit egybe tárcán tudod benyomnak, és kisütik a sütőbe, sok helyen sütik a pék dolgokat, az egy héten keresztül azt szokták csinálni, hogy hátra tolják tárcán, lefriccelik vízzel, majd vissza megint a sütőbe, ezt a héten keresztül egyfolytában csinálják, és mindig friss marad. Ott van a saláta, amit nyíltan ki van téve, tudod, ilyen kis üveges vitrinekbe, hogy friss és zamatos, meg stb. Stb. Na, az átcímkézik, azt mindig átlatolják, és ugyanígy vízzel, azt is befriccelik, és ezt is egy pár napon keresztül sokat csinálják. Te biztonságőrként leselkedtél, hogy annyi mindent tudsz, hogy egyébként bemetél hátra, vagy a munkádra tudtál figyelni közben? Miközben érzed el? Kicsit sok volt a lopás közben, de az nem érdekel. Annyi mindent mondasz így, már szinte gyanús. Tehát, hogy miközben te örököttél és figyelted, hogy nője elvigyik a borotvapengéket, láttad, hogy négyszer tolnak be egy adag pogácsát és vízzel spricceli őket valaki? Vagy ezt honnan tudod? Figyelj, bejönnek átlag emberek vásárolni, mi már sok mindent a gesztusokból megtudtunk, hogy miket csinálnak, hogy van hány méter. Szóval mindent lehet látni egy emberen, hogy mit fog tenni, mit tudom, hogy 10 perc, mit fog elvenni. Szóval nagyon sok mindent van idő megfigyelni. A másik dolog, hogy a pizza, hogy amit helybe sütnek, minden, aminek le van járva szavatosság, legyen szalámi sajt, azokat a feltételeket teszik rá. És megint mondjuk azt, hogy nem mindenhol, nyilván, tehát láttál ilyet, hogy ezt csinálják, nem szabad általánosítani, ez mindenki csinálja, gondolom én, valahol van így, vagy van, ahol ezt csinálják. És amit te említettél, a szalámi, tudod, hogy szépen fel van szeletelve, és beteszik a kis pult mögé. Azt általában mindig persze forgatják, hogy a fényes eteje legyen feljebb. Ami egy kicsit megszárad, forgatnak egyet rajta, de egy valamit el kell mondanom, mert ez a rágondolok, akkor rám jön a mosolyás, hogy volt egy hölgyik, aki így felszeletelt, és tálcára rátette szépen a szalámit, reggel volt, le volt a kúzva még a rácsok, fogta tenné befele, tüsszentett egyet rá a szalámira, húzott egyet a vállán, és fogta, betett a pult mögé. Szóval, amit szeletelve van szalámi, azokból szerintem nem nagyon szabadnak venni inkább. Ja, azért, na, itt sem lehet mondani, hogy minden szalámi letüsszentett. Tehát, hogy azért, minden szalámislány megfázol. Ne vegyetek szalámit, mert minden szalámit letüsszentettek. A gyártás technológia része volt a tüsszentés. Igen, tehát, hogy azért... Igen. Írja valaki, hogy élő csirkéből sehol nem csinálnak grill csirkét. Igaz, igen. De értem, hogy mit mondasz, hogy azokat a csirkéket, ahol összenyomták. Jó, köszönöm, hogy elmondtad, Tamás, ez is érdekes volt. Nagyon tájékozott biztonsági őr vagy. Egyébként érdekes volt ezt így hallani. Köszi, ciao. Hello. Jó, mondjuk a grill csirkén egyébként, hogy ránézel magára a sütőre, és megnézel két egymás mellett lévő csirkét, az egyiken látod, hogy az mondjuk ez egy tegnapi sütés, mert egy kicsit szottyadt, a másik meg mellette szépen telten forog, tehát nem hogy azért az áztatták. Ja, tényleg, és megszívtam magát. Jó, persze, nem kell mindent elhinni, csak érdekes ez a dolog, amit mondanak a hallgatóink. Nyilván nem mindenki csinálja ezt. Amit hozzáteszem, az igazi grill csirkét, azt egyáltalán nem fűszerezik semmivel, csak sózzák. Tehát, hogy az konkrétan erről szól. Csepeli zöldségesen nagyon kell vigyázni az eladóra, figyelni. Annyi dumál és bensőséges dolgokról szeretne beszélni veled, hogy közben cseverészel, észre sem veszed, hogy abszolút más összeget üt be. Voltam tanulja annak is, hogy más összegből ad vissza. Hatalmas a dumája, iszonyatosan jól nyomja, mindenkinek eltereli a figyelmét. Ezt Zsé küldte nekünk. Én nem hiszek ezekbe a marketinges dumákba, az egyetemet akkor hagytam ott, már mint a marketing szakot, amikor azt mondták, hogy a legkeresettebb termékeket a szemmagasságától számítva lefelé 30 fokkal kell tenni, mert a magyarok szomorúak, amikor vásárolnak. És lefelé néznek. Mekkora baromság. Ez az alapja a marketingnek. Ez van? Ne, ez van egyébként, hogy szemmagasságba teszed, hova teszed. Tehát egy átlag magyar magasságot vesznek? Mert hogy ugye tudod, hát más szemmagasságunktól lefele 30 centit, azt már nem látod. Azt mondják, hogy az átlag férfi, vagy az átlag nő, a 170. Valamennyi oda teszik, és az a 30 centit. Persze a svédeknél meg az átlag magasságtól 30 centire fölfele, mert mindenki büszke is örül a GDP-re. Persze, hát ahogy az időjárásban is mások vagytok, nálad hegytető havazik, nálad a talamenti fagy, ugye? Csak neked jó megint, csak neked jó. Hogy van ez?
vigyázik el téged, azért én neképp az, hogy a kék és a havazik, akkor a te fejtető is megállsz. Ha én kószálok a búzába, mindig bemegy valaki, és öltjévek vereget egy ízével, egy fedővel, egy lábost. Ugye vardasztok jöjjenek. Legázolja a kormány. Hajtsd ki az állatot, hajtsd ki az állatot, igen. Na jó, hát érdekes dolgok ezek. Gyerekek, én hentes vagyok, csak azt adom el, amit én is megennék. Csúcsú írta nekünk, ezért mondtuk, hogy nem mindenkire igaz az, amiről beszélgetünk. Nem tudjuk, hogy Csúcsó mit fogyasztaná el egyébként, tehát hogy ez most így... Az meg a másik, igen. Na jól van. Közben írt az ORFK is, gyerekek, képzeljétek. Na gyerekek, köszönjük szépen a Erikó Pátert. Nagyon szépek, igen. Nagy nyilvánosság előtti vesztegetési kísérlet, fejenként 8 év. Bírósági tárgyalás nélkül, üdv ORFK. Nem. A Balázs dobta be. Figyelj, bocsánat, a Wall Street farkasából tudjuk, hogy mivel nem mondtunk konkrét összeget, így nem lehet minket vesztegetéssel megvádolni. Dehogy nem, konkrét. Egy darab napi műsorvezetés az ORFK napjában. Nem hangzott el összeg. Semmiféle összeg nem hangzott. Az mindegy, de egy téli fagyért és egy cigirágóért. Az mindegy, az már ellentételezés, tehát adsz valamit érte cserébe. Igen, de hogyha valami jó dolgot kapnának érte, de mi van, hogyha egy kialvatlan, rossz kedvű, cínikus és Undok Balázs megy ki oda? Soha akkor... nem megyek így. Vérprofi vagyok. Soha az nem megy. Voltál régen, most ki tudja már mióta soha nem csináltad. Soha nem megyek így. Ha valahol műsort vezetek, ott dajdajozás van, gyerekek. És egymás a gorulás. És jó reggelt kívánok mindenkit, üdvözlök itt a tűzoltónak. Ja, bocsá. Ez a rendőrség napja. Igen. Szeretem, ugye jó képeket festetek itt rólam ebben a műsorban. Hát igen, ezért tartok itt, ahol tartok. Játszunk Óben bácsival és Beru nénivel már is. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óben bácsi és Beru néni a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Márko? Így van, Márko vagyok. Ez a Márknak egy viccesített, hogy ez a Márko? Van egy eredeti névként is, ahogy Márko, ugye? Így van, én Márk lettem, de amikor születtem, akkor a Márko Póló sorozat ment a tévébe. De szerintem. Így rám ragadt ez a Márko. Mi lett volna anyádik a Guldenburgok örökséget? Lauritzennek hívnak? Vagy, vagy, az gáz lenne. Ugye? Nem mindegy, hogy az ember anyja mit néz a tévében. Nem nézitek a Szomszédokat az M3-on, gyerekek? Hát te, nem. Ne haragudj, nem. Az, bocsánat, Márko, rögtön játszunk, csak el kell, hogy mondjam, az első résztől követem, most indították újra egy hónapja, még egy-két hete még nem voltak az utolsó mondatok, semmi, Taki bácsi most kezdett el taxizni, 40 forint egy liter benzin. Júlcsi már pocaklakó? Júlcsi már megszületett, és etussal ott ők már nagyon nyomják. Júlcsi nem pocaklakó, Júlcsi már kint van. M3 gyerekek, este 9-kor szomszédok. Hogy érsz rá ennyire? De tényleg? Hát, nincs neked gyereked? A gyerek mesét néz, a kicsi már alszik, a és jóra mindig van egy 20 az ember. Márkó, nem nézed? Nem, én a régi részeket láttam, de hát ez az. Most indult az M3-on újra egy hónapja körülbelül a Szomszédok. Taki bácsi most kezdett izélni, nem csak Károlyt megverték, mert éppen megpróbált valakinek segíteni. A Batman. Sok mindenért megvertek már, de azért. Igen, ez a menet. Figyeljetek, sírok, nézzétek, gyönyörű. Gyönyörű egyébként. Aj, Márko, mutatjuk akkor, mit csinál Óven bácsi Beru néni. Jó, figyelj. Mennek gazdag réten. Nem, ha tényleg, igen, nem tudjuk, hogy hova mennek, de az biztos, hogy murva ment a szandáljukba. Mutatjuk, hogy mit énekelnek. Egy sorozat lesz, nagyon rövid részletet fogsz hallani, figyelj. De szeretjük. Zseniális volt. Na, mikor születtél? Hát én 84-ben. 84-ben. Hát akkor sanszos, hogy te erre nem emlékszel. Hallgass meg még egyszer, figyelj. Ment még, pedig szerintem. Ment, abszolút. Ez nem az, amiről beszéltünk, ugye? A Guldenburgok? Az, vagy a másik? Nem. Egyik sem. Ú, basszus. Mutassunk hosszabb részletet? Igen, légy szíves. Figyelj, kivettük a bögrét. Az igazi legenda. Nem volt más, inkább így mondanám. Az is igaz. Megközelítés kérdése jön, hogy igazi legenda valójában, vagy csak nem volt más. Ez inkább az utóbbi. Nem szerette mindenki, de mindenki nézte. Hát mit csináljunk, ha még nem volt 24, meg Homeland, nem? Hát valamit kellett nézni. Nincs meg, Márko? Hát nagyon nincs meg. Hallgass meg még egyszer, figyelj. Ott is
ladák, skodák, szőrös nők. Hát de tényleg, voltak benne. Láttad, hogy ott még mindenkinek mindenhol, mindenet, csupa szőr. 5 éves voltál ekkor, Márko, amikor ez ment. Senki nem is segít SMS-ben sehol? Sem, egyedül vagyok. Hát akkor elmondjuk, hogy ez a sorozat, amit Óven bácsi és Beru néni ma reggel néz, ez tényleg egy gyönyörű sorozat. Kórház a város szélén. Gondoltam, basszú. Hát miért nem mondtad? Mondani kellett volna. Istenem. Nosztalgikus élmények. Az a Porsche. Tényleg volt. Volt benne? Nem, volt egy, igen, egy nyitott Porsche, és odaugrod be, ahogy hívták a fiatal orvos. Várjál, csak azt mondja, hogy Blazsej. Blazsej! Tudod, hányan voltak szerelmesek Blazsej doktorba? Figyelj. Hallgass, Márkos. Itt a Jaroszláv Vítor. Nagyon kemény zenéje van. Kemény a zenéje. Harmadik rész. Mi az epizód címe? Nem mondta. Ennyi. Na jó. Márkó, sajnálom, hogy nem tudott valaki segíteni. Egy valamit megkérdezhetnék? Még én a témára jelentkeztem, csak hogy szerintem nagyon sok emberen tudni segíteni azzal, hogyha vásárol Mireli tárut és csomóba van, akkor azt ne vegye meg, mert már egyszer kiolvadt. És újra visszafagyasztották. Mireli zöldségeknél lehet megfigyelni. Aha, hogyha borsó összeállt. Jó, amit mondasz. A borsó, vagy a bab, vagy bármi, mert én is dolgoztam egy áruházláncban, egy nagyobban is. Tök igaza van. Rendszeres volt, hogy amiben megérkezett kamionba, ilyen boxba, amiben csak egy ilyen jégaksi van. Tökéletesen igaza van. Egy hétig ott állt abban az áru, és úgy kellett kirakni. Amiben zörög a borsó, ha megrázod, az biztos, hogy hát helyek közel az valószínűleg friss lehet, az még nem olvad ki. Én még egyet kiegészíteném, a TGS fagylaltoknál, hogyha kikristályosodott vízcsepeket látsz benne. Az is kiolvadt. Az már kiolvadt egyszer. De jó, ezt nem tudtam. Márko, köszi, hogy elmondtad. Oké, rendben. Köszi, ciao. Köszi. Sziasztok. Hello. Te is szerelmes voltál Blazsejbe? Hát, ja, szerintem nekem mondom. Sír, de egyébként a Jani is. Blazsej Dokiba gyerekek, akkor egy generáció szerelmes volt. Tényleg, úristen, sziasztok, én imádtam. Ugye? Igen. Ja, Isten. Imádtam Blazsej doktort. Szomszédok M3 este, nem? Ó, dehogy nézed? Nem, a beköltözéstől. Látod, Istenem, látom. Egy hónapja, gyerekek, menjetek haza ma este, nézzetek bele, figyelj, nem hiszed el, hogy mennyire jó. A tapéták, a padlószőnyeg, imádom. A gazdagréd, a lakás, a ruhák, a hajak, a kocsik. És ki van írva a végén, hogy mit tudom, hogy rendesz a Horváth Ádám 1989. Olyan dátumok. Taki bácsi tegnap mondta, hogy kicsi nem akar taxizni, mert drága a benyó. Már 40 forint. És nem tankolunk Olmozat. Ha ez így megy, kinulunk az utcára és tüntetni fogunk. Nagyon klassz. Ádelenita, hogy feküdt a kis pamlagon. Édes Istenem. Zseniális. Tényleg nézzétek. Egyébként kanyarós lett Magenheim doki. Nem tudnak elutazni most. És Csűrös Karol egy kicsit segít most a családon anyagilag. Almát meglopták. Gyönyörű alma. Etusék, nem, Lenke nénék éppen költözni készülnek. Almát meglopták az ördög. Almát körtére cserélni, jó persze. De nézzetek bele, komolyan mondom, 10 perc, pont azt az időt tudom megnézni, amikor a kicsi már alszik, a nagy még mesét néz, és van 10 perce. Gábor tegnap megfejtette, hogy tini lányokat akar Istenem. Fotózni, mert a szülők kérnek egy tablóképeket. Ez a kozmetika új arculata. Ha már futtatni nem tudja, legalább fotózza őket. Nem. Akkor nézted, mert ezt mondta tegnap, hogy azért még nem vagyok olyan öreg, hogy ki fiatalokra vetemedjek, csak fotózni akarja őket. Igen. Gábor a vadkapitalista. Igen. De a legjobb rész, azt is tudjátok nagyon jól, hogy az a gránát támadás a presszó ellen. Az felülmúlhatatlan. Alig várom. Minden este megnézem, és minden este nekem ez már egy szeánc, hogy azt a 10 percet ellopom. Kicsit visszaköltözöm a saját életem, és azt a sorozatot nézem, amit nagyon szeretek. Figyelj, tényleg nézzetek vele. Hát milyenek a ruhák? Miben éltünk hát akkor? De mi ugyanígy fogunk kinézni. Tehát, hogy az benne a döbbenet, hogyha el fog telni mondjuk egy 35-40 év, és majd visszatekintünk arra, akkor ugyanígy fogunk kinézni. Tehát egy kettővel utánunk jövő generáció ránéz majd a hajadra, és azt mondja, hogy te jó Isten. Ugye, én megnézem a régi Danubius fotókat. Nem kell várni két generáció. Akkor az tényleg azt mondom, hogy divatos volt. Nem kell várni két generáció. Nem hallom meg. Kicsit beszólt neked, csak mindegy. Én túlgördültem rajta, Feri. De hogy rajtunk ugyanígy fognak röhögni? Ugyanígy. Ugyanígy, mi? Egy, aki ugyanilyen lesz.
A Jani. Hát de 30 év is ilyen. Azért mondom, 20 év múlva, és ugyanez, kekik, kék, vegyél kopasz. Vegyél fel egy kekik fölsőt, egy zöld gatyát, nincs veszteni. És igaz, de igaza van, látod nála, nem fognak csalálkozni, Jani, de szarva néztek ki 20 évvel ezelőtt, hiszem, akkor is úgy akkor is így volt, jó, abszolút. De tényleg, egyébként igen. Na minden, nézzetek bele, tényleg nagyon jó. Jövünk a hírek után, és egy érdekes dologgal folytatjuk, aminek abszolút van apropója, hiszen pont tegnap vagy tegnap előtt beszéltünk Rácz Félix-el, és mondtuk, hogy mekkora kitüntetés ért egy magyar sportolót, Bezák Zsoltot, hogy boxol, aztán most olvassuk, hogy nem boxol, mert hogy lecserélték. Azt valahogy, mondjuk a profi boxernél egy kicsit profi. Nagyon-nagyon szomorú, és valahogy annyira magyaros ez a történet. De nem, igen, de nem mi hibáztunk, érted? Ha nem, nem mi tehetünk nem, róla, másik csak oldal. Csak megint mi vagyunk ugye a rossz oldalán a bizonyos. Igen. Ez igaz. Szervnek. Igen, ugye május 2-án Las Vegasban az MGM Grand Casinóban van egy hatalmas boxgála, Pacquiao és Mayweather boxol egymással, a két legnagyobb nagyágyú. Ugye... A súlycsoportokkal függetlenül két legjobb profi boxolóról beszélünk. Így van, és úgy volt, hogy Bedák Zsolt közvetlenül előttük lép majd ringbe, és boxol, aztán kiderült, hogy lehúzták a nevét, és valami kutyaütőt tettek a helyére. Felhívjuk Rácz Félixet, megkérdezzük, hogy mi történt, és mit tud az esetről. Úgyhogy vele folytatjuk, Ákos, hírei után. Show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt pontosan 14 perccel, jó reggel, drága morning show hallgatók, itt vagyunk a Klasszon, és folytatjuk természetesen. Jó időben, egyre melegebb lesz, ha valaki még nem tudja, hogy mi várja kint, az készüljön arra, hogy nem kell már nagyon fölöltözni, szép idő van, sőt, mi több napról napra egyre melegebb időjárás köszön be. Hétvégére újra nyárias meleget mondanak, 23-25 fok, gyerekek, senki nem tudja ezt elrontani. Istenem, bárcsak ugyanilyen idő lenne majd 2016-ban a rendőrnapon, ahol Balázs fog majd műsort vezetni, abban az esetben, ha az ORFK rendelkezésünkre bocsát egy helikoptert holnap reggel. Így vagy legalábbis felvezet bennünket, hogy 7:30-9 gyorsan meg tudjuk járni, mert ugye messze megyünk azért, nem? Ugye? De tulajdonképpen ugye ez 63 kilométer, ahova mi megyünk, csak az a baj, hogy közötte van Budapest. Tehát mi pont ezen a végén nem vagyunk, egyszerű. És keresztül kell menni rajta, meg hát oda is kell érni, és mindezt adás közben, úgyhogy nagyon jól jönne nekünk. Nagy kis rendőri segítség. Komoly hozadéka lehet a jövévi rendőrnapnak ez a felajánlás. Édes Istenem. Igen, bizony lesz. Mert ugye holnap programváltozás van, azt ígértük, kedves hallgatók, hogy ugye írjatok majd holnap a Gáborhoz kérdéseket, és holnap az elmentes övezetben Gábor nem készül témával, hanem kérdésekre válaszolunk. Ezt nem felejtettük el, viszont Gábort egy kicsit csúsztatjuk a jövő hétre, vagyis holnap Gábor rovata elmarad, mert hogy kaptunk egy gyors hírt, miszerint átadható a ház, és ez most mindennél fontosabb, hiszen mindenki beleadott, ki kevesebbet, ki többet. Egész ország segített ugye Erzséken, aki hallgat minket, tudja a történetet, nem akarom újra elmondani. Elkészült a ház, lebetonozták, leszigetelték, holnap átadható. Azért holnap és azért ilyen hirtelen, mert kiderült, hogy az, az ember, aki egyébként ott nekünk nagyon sokat segített áton, ő utána elutazik, és ezért gyorsan szeretnénk, ha azt az időt se kellene megvárni a családnak, hanem holnap már be tudnának költözni. Úgyhogy 9 óra után elmegyünk és beszámolunk arról, hogy mit látunk ott, és beszélünk a családdal is természetesen, és átadjuk azt a házat, amit tulajdonképpen hát nektek köszönhetünk idézőjelesen, sőt, hát nem is idézőjelesen, ugye mert Erzsi betelefonált, mi megkértünk meneteket, hogy segítsetek, ti pedig, mint mindig, mint egy nagy család, tényleg győzzük hangsúlyozni, olyanok vagytok itt a Klasszon. Nekünk ugye mindenki beleadott egy keveset, vagy hát nagyon sokan, így mondom, és rengeteg tárgyi ajándék, felajánlás, sütő, játék a gyerekeknek, és hát rengeteg pénz gyűlt össze, és ebből a család új házba tud költözni. Ugye ők hát tulajdonképpen végignézték, ahogy leég a házuk, kimenekültek, és a jó isen úgy akarta, ha lehet így mondani,
hogy egyszer kerüljön be adásba, hármas ugrás játszott Erzsi egészen fura módon, és rákérdeztük, hogy kicsit szomorú, és aztán elmondta, hogy mi a baj tulajdonképpen, mi a szomorúság oka. És jó Isten igazságos, mert ahogy egyik oldalon elvesz a családnál a házat, a másik oldalon a rendőrnapon, hát ott megad, érted? Ha tényleg, hogyha az ORFK vezetősége azt szeretné hallani Balázs szájából a jövő évi rendőrnapon, hogy a belügyminisztérium ünnepi beszéde után megnézhetik a készenléti rendőrségnek a bemutatóját, és utána pedig természetesen következik a rendőrkutyások bemutatója is, akkor... És a vantacukros a lufi bohóc mellett van. De magamra vettem én ezt. Gyerekek, mindent a műsorért, mindent a hallgatókért. Holnap segítekünk az ORFK átvágni magunkat a dugón, ami itt van most a belvárosban, gyerekek, jövő évben elmondom, hogy jobbra vattacukor, balra sörözés. Így ott van. A kutyák utána pedig felveszed a csibészkarokat, és rádúszíthatják a német jóászokat. Persze, majd szoktam. Ördögszekérbe gurulok, és végül segrepacsizhatnak fel a majárok elők. A végén pedig még egy kényszerítő intézkedés keretében elvezet. Így van, illetve aki elmegy mellette, belém rúg. Minden megtörtént, hiszen felajánlottam a műsorvezetőt. Nem, muszáj díjat kötni tényleg, hát nem kérhetünk ingyen. Kinek van még helikoptere? Azoknak is van biztos ilyen-olyan napjuk. Ott is el kell egy jó műsorvezető, aki bevállalja, hogy műsorvezet. Na, szóval holnap 9 után érkezünk majd ugye a családhoz, és ezért 8 óra után meghallgathatjátok, hogy jutottunk el oda, hogy átadjuk ezt a házat, vagyis 8 után egy kicsi idézőesen best-of-val készülünk majd, megmutatjuk azon pillanatokat, amikor mi összeakadtunk ugye Erzsivel, a gyűjtést, a katarzist, amikor kiderült, hogy mennyi pénz jött össze, közben halljátok majd a felajánlásokat, és aztán 9 óra után már holnap ugye élőben jövünk az idézőles házavatóról, hát nem, most tényleg nem tűzoltó zenekar, nem tudom, petárdák és összetört Dom Perignon, csak egyszerűen elmegyünk, és szeretnénk ott lenni, amikor Erzsék beköltöznek. Tehát Dom Perignont is akarsz szerezni. Jó. Igen. Na gyorsan egy-két közlekedési hír, a Nyugatinál a felüljáró alatt megpróbált átfordulni egy busz, de most se előre se átra nem tud menni, mindenki kerüljön, aki esetleg arra megy. Erzsébet fasor meghalt, nejem szerint az ész olyan, mint a dezodor, akinek szüksége lenne rá, azok nem használják. István, köszönjük szépen. Trafipax a Hortobágy település közepén fekete Skoda. Ezt Laca küldte nekünk. Aztán van valami infotok, mi történt a Nagykörösi úton, már a nullásnál van a sor vége, közi Bati. Hát ezt még nem látom. Az M5-ös bevezető teljesen elesett. Ez lehet, hogy ugyanaz, vagy majdnem ugyanaz. M5-ös bevezető kocsi-busz találkozott, mentő kint, körülbelül 4 kilométeres a torlódás. Akkor ez összefügg a Nagykörösivel. Igen. Most két hely. Az M1-es is áll. Az M1-es is áll, így van. M7, és az M5-ös is, igen. Igen. Aki tud, kerüljön, kocsibusz találkozott, mentőként 4 kilométeres a torlódás, így van. Tehát ott tényleg mindenki kerüljön. Baleset a 6-os úton, a 222-es, 223-as kő között félpályás útzár van, ez pedig Big Cigi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Bárcsak mindenki helikopterrel járhatna, mint mi holnap. Gyerekek, akkor most kapaszkodjatok meg. Na, megkapaszkodunk. Na. Van új telefon. Jönnek nekem az SMS. Jönnek nekem az SMS. Na. Hogy milyen rádió vagyunk. Hogy itt milyen kollégák dolgoznak. Hogy itt micsoda szaktudás van. Micsoda kapcsolati tőke. Elárulod. És még egyszer gratulálok, bocsi. Hogy milyenek a mi szélszeseink. Na. És nem véletlen dolgozik itt az ország legjobb csapata. Nem véletlenül ők azok, akik. Nem véletlenül ők azok, gyerekek. És nem véletlenül. Ezt a rádiót kedvedik a legjobban. Írt az egyik szélszes kollégánk, Kapcsi, aki annyit írt. Nem tudjuk elintézni, Balázs. Ez se fog menni, Balázs, ne erőlködjetek. Mit képzelsz magadról? Ecseg. Aki annyit írt, hogy lássátok, drága hallgatók, milyen kollégánk van. Helikopter? Oké. Elintézve. Budaörs felszállás, tehát leszállás. Ennyi. Nem áll. Ennyi. Végügyi hatóság. Leszállási engedély, repülési engedély. Egy óra alatt, úgyhogy egyébként tényleg nem tudott erről senki. De nem ez azért a lényeg, hanem... Megúsztam a rendőrnapot! Nem úsztad meg! Ez a deal! Ja,
Hát ez azt a deal. Nem aha, igen, ez még nem írtam. Elég értelek a Strauzerok világszövetségének a dándogok kutyakiállítására, a macskák világtalálkozójára és a Harley Fesztiválra. Egy biliárd golyó a szádba. Nem kell csinálni, csak egy éven keresztül macska sampont reklámoznod. Akinek van egyébként a macska sampon szállító cég tulajának van helikoptere, ez a deal. Hát milyen emberek dolgoznak ennél hát, a cégnél? Hát, kapcsi, gyerek. És mennyi lett a jutalék, hogy van egy helikopter? Milyen jól megy a kapcsinak, igen. Gyerekek, nem véletlen a mi csapatunk a legjobb. Komolyan mondom. Komolyan mondom. Meg vagyunk. Csak mondom az ORFK-nak, hogy ezt csúnyán bebuktátok most. És most kezdjünk el nagyon arcoskodni. És most mi van, ha ők azok? Tehát mi van, ha a kapcsi jobban van? Holnap reggel oda megyünk. És hatalmas nagy BRFK felirat a rendőrségi helikopteren? Igen. Akkor megyek a rendőrnapra. Jó, de akkor most ne kezdj el arcoskodni, hogy nem ti intéztétek el az ORFK. Akkor nem, drága ORFK, ha tiétek a helikopter, nagyon köszönjük, és megyek a rendőrnapra. Hát ez van. Úgyhogy megyünk, holnap megyünk. Akkor nem is kell fenyőszkor elindulnunk. Kimegyünk oda reggel, ránézzük a helikopterre. Oké, megúsztuk, ez nem rendőrség, az van ráírva, hogy ecilop. Hallod, az visszafelé pulice. Ecilop. Ne a tükörből nézd, Gyöki. Fordulj meg, olvasd el, tényleg. A igazat van. És már látnád lelki szemeid előtt, ahogy rohansz egy réten csibészkarokkal a kezeidben. Szép lesz. Na jó van. Hát gyerekek, nekünk vannak a legjobb kollégáink, komolyan mondom. Ez is megvan, de jó. Mit akartok még? Há? Mit szeretné még? Kilós ruhát a hádából? Megkapod. Mondjuk az régi álma, csak eddig nem mert bemenni. Van egy kontaktiba gyanús mozgás érzékelő a házunk sarkán, azt is. Nehogy is ne szül. Na. Kettő van. Igen. Ugye beszéltünk Rácz Félix-el még talán hétfőn, és elmondta, hogy micsoda megtiszteltetés, milyen nagy dolog, magyar bunyós lép ringbe Vegasban, gyerekek. Vegasban. Méghozzá a főmérkőzés előtt, ugye a Mayweather-Pacquiao főmérkőzés előtt, ami hát az évszázad egyik legnagyobb bunyója lesz, jelenkorunk két legnagyobb ásza. 100 milliók fogják nézni konkrétan. 100 milliók fogják nézni, brutális pénzdíjazás. Hát a Félix mondta, hogy nem is 200, hanem 400 millió dollárt osztanak szét a két bunyós között. Tehát emberi léptékek. A dezinformáció egyiket onnan származik, hogy valahol fontban írják le, valahol dollárban írják le, tehát hogy így. Így van. 200 millió font, vagy 400 dollár. Nem, nem mindegy, persze. Nem mindegy, így van. A lényeg, hogy hát emberi léptéke lesz felfoghatatlan, és úgy tűnt sokáig, hogy egy magyar boxol ezen a meccsen. Ami gyerekek nagyon fontos, hogy tényleg eljut 100 milliókhoz, hogy van egy jó bunyós, magyar, hol van Magyarország, nem kell mondani, hogy ebben milyen tőke lett volna. Erre tegnap kiderül, hogy egyszerűen Zsoltit lehúzták. Igen, tegnap beszéltünk Félixel, ugye? És tegnap előtt szerintem. Tegnap előtt? Nem mindegy, igen, ezen a hét elején. És ugye tegnap este már kijött ez a hír, de hogy húzták le? Tehát nem az történt, hogy a csávó azt mondta, hogy gyerekek, lesérültem, visszalépek, nem tudom megcsinálni, hanem azt mondta, és én azt nem értem, hogy ilyet lehet csinálni, hogy van egy megállapodás, hogy te boxolsz valakivel. Majd azt mondod, hogy jújúj, kicsit becsokiztam, gyerekek, egy gyengébb ellenfelet nem tudunk szerezni, és azt mondják rá, dehogy nem, haver. És most jön egy gyengébb csávó. Igen, itt gondolom, hogy benne van a szerződésben, tehát, hogy van valamiféle kártérítés, csak tudod, ennek az erkölcsi része. Tehát, hogy kicsit ciki, kellemetlen, van egy magyar, beleéled magad, lehúznak minket, beraknak egy gyengébbet. Igen, mert ha még egy jobbat raknak be, igaza van a Félixnek, tényleg olvastam a nyilatkozatát, akkor azt mondta, figyelj, megértem, még nagyobb bunyót akarnak. De hát egy hátrébb soroltat bevágnak, ez olyan tátok ülne rajtunk. Az, nem? Ja. Ez megint egy kicsit a misztó. Senkinek nem jó. Nem jó egyébként a box szerető nézőknek sem, mert a Zsolti egyébként egy nagyon közönségbarát, igazi közönségszórakoztató, kőkemény bunyótól. A Zsoltinak sem jó, mert hogy élete egyik, ha nem a legnagyobb lehetőséget szalasztotta el most, és saját hibáján kívül, iszonyatosan készült rá, és nem jó egyébként a Félix promotionnek. Hát senkinek nem. Igen. De leginkább ugye ők is veszik meg az ország is, ez most megint olyan ciki ránk nézve egy kicsit. Nyilván nem tehetnek erről, csak olyan szomorú az ember, hogy most megint majdnem ott lehettünk. Na, fölhívtuk Félixet, aki már itt is van, megkérdezzük, hogy tudta meg, mit tud erről, és mi a jelenlegi helyzet. Itt van velünk Rácz Félix. Jó reggelt, Félix, hello! Hello! Jó reggelt! Ciao. Na, nem vagy olyan vidám, mint tegnap előtt. Igen, szegények. Nem, többek között azért, mert hogy hajnali 3-4-kor pont a kinti jogászunkkal egyeztettünk, és az időeltolódás miatt nekem korábban kellett felkelnem az átlag napjainál, úgyhogy igen, tehát nem vagyok túl boldog. Egyrészt a tény sem tesz hozzá, másrészt meg, mint ahogy ti is mondtátok,
picit ilyen szerencsétlenül jött össze ez az egész, mert visszatérve, tehát a kérdésre, mi hivatalosan még nem is kaptunk semmiféle értesítést, és semmiféle információt erről az egészről. Tehát én amikor vasárnap este hallottam először egy angol partnerünktől ezt a hírt, akkor én hétfőn küldtem is nekik egy e-mailt, majd nem válaszoltak, majd késő este válaszoltak, hogy rövidesen jelentkeznek a részletekkel, mert azóta jelentkeznek. És az angol partner az úgy tudta meg, hogy csak fölment az esemény honlapjára, és ez csak azt látta, hogy nem a Bedák neve van ott, egyszerűen kihúzták? Hogy tudta meg? Az angol partnerem kint volt a Fonfá-Chavez mérkőzésen Egyesült Államokban, és ott találkozott a Santa Cruz csapatából az egyik erőnléti edzővel. És ez a Philip Fondő, akiről beszélünk, aki a mi kártmenünk amúgy, és ő jelezte, hogy hát, hogy másodikán ismét találkozunk, hisz jövök a Bedák csapattal. És akkor mondta a Santa Cruz erőnléti edzője, hogy hát nem hiszem, hogy találkozunk, mert hogy úgy néz ki, hogy mégsem a Bedákkal fogunk boxolni. Elképesztő. És amikor hazajött a Philip vasárnap este, akkor még London, még a reptérő felé volt ezzel az információval, és én azonnal, tehát így hétfőn reggel ezzel a kezdtem napomat, és ezzel az e-maillel, amit el is küldtem az amerikaiaknak. És tették ezt úgy, hogy közben nektek egy élő aláért szerződésetek van egymással? Így van, a Nevadai Komissziónak egy ilyen specifikus szerződési procedúrája van, ami annyit takar, hogy az ellenfelet először jóvá kell hagyni a Nevadai Komisszióval, majd a promoternek kell aláírnia, majd utána, tehát utolsóként nekünk kell, tehát így a vendégökörjónak. Tehát nem az volt, mint ahogy mi is szerződéseket kötünk, tehát küldünk egy Bianco szerződést, a feltelekkel aláírják, visszaküldik, mi is aláírjuk, és akkor mindenki kap egy példányt, hanem már általuk aláírva érkezett hozzánk. Ami tehát jó pozícióban helyez minket ebben a helyzetben, viszont itt nem feltétlenül a pénz miatt, persze a pénz is egy motiváló tényező, de nem azért vállaltuk el ezt a mérkőzést, hanem inkább a lehetőség és a körítés, és az, hogy megmutathattuk magunkat, tehát hogy a Zsoltnak lehetőséget nyújtsunk arra, hogy ő egy ilyen volumenű eseményen tulajdonképpen bebizonyítsa azt, hogy maga magyar ökölhívásból is. És mi az ok? Egyszerűen az, hogy gyengébet helyeztek Zsolt elé, gondolták túl erős, legyen gyengébb, és akkor egy gyengébet választottak? Mert ugye egy hátrébb sorolt embert tettek Zsolt helyett, nem? Most itt persze igen, most fényezhetem a Zsoltot, vagy bárki más, de úgy gondolom, hogy a tények maguk. A nagyon más magyarázat nem lehet. Így van, tehát hogyha egy világranglista 107-et választanak tehát összesen világranglista 107-et választanak egy mondjuk V-ből világranglista harmadik helyezett helyett, akkor tehát nincs mire gondol az ember? Hova valósi az új fiú, akit kiválasztottak? Ő egy francia, igen. Nem lehet mögötte az, hogy akkor Franciaországban majd sokan nézik ezt a meccset, és akkor abból a biznisz? Igen, biznisz. Tehát, hogy akkor Mi is gondoltunk erre, hát azért Las Vegasban a francia kolónia azért nem a legerősebb, tehát úgy gondolom, hogy nem beszél valahogy a jegyértékesítés már a sajtótájékoztató utáni 3 órában. Én a tévés közvetítésre gondoltam. És a tévés közvetítés a francia csatornák tudomásom szerint, tehát a TF1 sem, illetve a tematikus csatorna sem vásárolta meg, tehát náluk nincs képernyőn ez a mérkőzés. Hát lehet, hogy majd most lesz, tudod? De nyilván neki nem semmi lehet. Más nem számít, csak a biznisz. Ja. Mind a szervezőknek, mind akik ott vannak, tehát ez tényleg ilyen semmi csak másról nem szól, mint arról, hogy nagy nézettség, nagy lóvé, nem? Tehát, hogy... Igen, csak tehát így a Ferinek a felvetésére, tehát maga egy jogdíjat tulajdonképpen nem az ország méreteihez próbálnak igazítani, hanem van egy fix. De bocsánat, nekem az most nem tiszta, hogy a csapat lépett vissza, akivel ti boxoltatok, vagy a szervezők húzták ki a Zsoltot, és mondták azt, hogy tegyünk helyette mást. Vagy a csapat azt mondta, hogy nem akarjuk a Zsoltot, adjatok valami gyengébbet, ma abban szívesebben bunyózunk. Így van, én úgy gondolom, hogy a csapat és a promoter között a kommunikáció nem feltétlenül működött, aha, mert hogy a promoter, tehát nagyon magabiztosan és nagyon határozottan tulajdonképpen tárgyalt velünk ebben a témakörben, és amiután szerintem megkapták az anyagokat, és picit elkezdték ellemezni, a Zsolt utána jöttek rá arra, hogy amúgy azt is hozzá kell tennem, tehát egy picit az ő védelmükben, hogy amúgy nekik júniusban kellett volna boxolniuk egy világbajnoki címet. És ők is ugyanúgy kapták ezt a lehetőséget, mint ahogy mi, tehát ezelőtt mondjuk egy 4 hete, azzal a különbséggel, hogy mi annyi előnyben voltunk, hogy a Zsolt készült egy 17-i itthoni eseményre, illetve egy 29-i világbajnoki
eliminated mérkőzése a Fülöp-szigeteken. Tehát, hogy még az egyik folyamatos edzésben volt, a másik valószínűleg kevésbé. Aha. Igen, és de az övet, a világbajnok övét a Santa Cruznak ugye nem kellett félteni, mert hogy ez nem címmérkőzés nem cím volt. Ezt így mondtad hétfőn. Csak ezért mondtam azt, hogy, tehát, hogy júniusban kellett volna boxolni, mert most azért több mint egy hónappal korábbra hozták a mérkőzést, és valószínűleg nem állt számára annyi idő rendelkezésére, hogy kellőképpen felkészüljön egy 10 menetes mérkőzésre. Csak a kerestek, amit úgy jelentőd. Igen, mint a Bedel. Tehát én csak ezt tudom elképzelni, mert szakmailag más ok nem lehet, illetve tehát az ellenfél választás is mindenképpen ezt sugallja. Ez küldtek még tisztel egy jegyet borítékba, hogy sorry, vagy valamit? Tehát semmi, hogy egyszerűen akkor várunk a VIP páholyba az MGM-ben, semmi? Dedikált fotókat Santa Cruz-tól. Nem, tehát inkább a kártérítést szeretnénk amúgy, tehát politikba, hogyha egy mód van rá. Tehát ja, van a szerződésben egy ilyen rész, ugye? Hogyha visszalépünk, hogy van egy kártérítési rész. Három pont van, igen, tehát vagy kártérítést kötelező őket, vagy egy második pont, ami azt jelenti, hogy 120 napon belül tulajdonképpen biztosítaniuk kell egy Santa Cruznál nem magasabban a rangsorolt ellenfél ellen ugyanezekkel a fejtelekkel Egyesült Államban egy mérkőzés, illetve a harmadik pont az, hogy akkor jogi útra tereljük, hogyha az előző kettőben nem tudunk megegyezni. És ti a pénzt választottátok? Nem, mi inkább a lehetőség mellett döntöttünk, tehát itt közösen nem is volt kérdés a pénz, hisz itt is vannak lehetőségeink, tehát maga pénzes mérkőzések úgymond, tehát akár Magyarországon, akár külföldön, viszont mindenképpen az amerikai piacot is, és az ottaniakat vettük célba, úgyhogy az sokkal fontosabb, hogy ott szerepet kaphassunk. Mint egy egyszerű összeg, egy egyszerű kártérítés összeg. Hát sajnáljuk, drukkoltunk, ugye hétfőn még vidámak voltunk, azért ez egy nagy dolog volt, sajnáljuk. Kicsit olyan, mint a tényleg átokülne rajtunk sok szempontból. Hát ha valamilyen tudnak felajánlani a mézet, ha nem is ekkora volumenű dolog, de valamilyen szinten azért. Magyar ökülő már boxolt kint Amerikában, tehát hogy ez annyira nem motivált minket, hisz a Kótai Misitől kezdve a Erdei Zsoltig, a Szili Zsoltig, igen, Nagy Csotot, nagyon sokan boxoltak már kint, tehát hogy ez nem vonzott minket annyira, tehát nagyon jó, mert hogy egy lehetőség egyes államokban, de inkább az orgánumok, tehát hogy a médiának a jelenléte az sokkal többet nyomott alatban, mint mondjuk az a lehetőség, hogy most így boxoljunk egy 10-mentes mérkőzést. Most legyünk őszinték, akár benne van a szerződésben, akár nincs, egy ugyanilyen kaliberű gálát ők nem fognak tudni produkálni nektek. Hát ha csak mondjuk Mayweather nem kap ki a Pacquiao-tól, mert akkor valószínűleg lesz egy visszavágó. Dumálj velük! Ez egyetlen. Igen, egyébként nehéz lenne megkérni a gyerekek, a Zsolt nem boxot, bunyoznátok még egyet, csak a Dunaharasztiba kéne eljönni, tudod, boxoljatok nálunk, igen. Félix, drukkalunk, hát sajnáljuk tényleg, jó lett volna. Köszönjük szépen, rendben, köszönjük. Kitartásnak, de köszönjük szépen, jó munkát, ciao. Köszönjük Rácz Félixnek, köszi, hello. Hát gyerekek, akkor nem. Szomorú. Nem boxol magyar. Igen. 8:30 múlt pontosan 4 perccel. Ha valaki szeretne hármas ugrást jelentkezni, írjon nekünk SMS-t. És jött egy közlekedési hír, ez fontos. A Nagykörösiről, a Kisfaluditól egészen jó, tehát kerülni a Nádasdin lehet. Aki arra megy, az úgy is tudja, hogy ez pontosan mit jelent, mert hogy hatalmas arra felé a dugó. Ákos hírei után jövünk már is a játékkal. Van egészen pontosan szép reggelt kívánunk. Minden Morning Show hallgatónak itt vagyunk a Klasszon, folytatjuk. M7-es Nagykanizsa felé, a székesfehérvári Kagylós kútnál kamerát szerelnek a belső sávban. Könyves Nándi küldte nekünk. Trafi Hortobágy falu belterületén a Madár kórháznál. Hát már ott is? A Madár kórháznál? Hát már semmi se szem. De most komolyan. És ha viszel egy mentesz egy madarat, és nézd meg gyorsan, akkor 30 000. A Madár kórháznál sebesült gólyával fékez valaki a parkolóba is. Öv nélkül. Légy szíves. Trafi az M35-ösön a Böszörményi pihenőnél Budapest felé, ezt Dino küldte nekünk. Szent István körút felé, északról délre minden áll, újpesti rakpart, Pannonia, Váci út, két helyen baleset, Dráva Hegedűs, plusz Hegedűs Gyula plusz nyugati tér felüljáró alatt gyökkettővel lehet haladni. Iszkiri futár küldte nekünk. Köszönjük szépen. Én azért olyan csalódott vagyok. Na. Miben? Mert hogy soha nem fog már lezajlani ez a beszélgetés valamelyik autópálya mellett egy igazoltatásnál, hogy jó napot kívánok, forgat. Hello! Hé! Hey, egy tegyen ismerlek! Láttalak a rendőrnapon! Szemét!
Ja, Isten, te bele... Valahogy a Budaörsi reptér is ki kell jutnunk. Szűkös lesz az idő. Egy fél rendőrnapot bevállalok. Ne, de mondom, mi van, ha ORFK-s helikopter, érted? Akkor egész kell. Akkor vállalom a rendőrnapot. Hát mondanám, NAV bevetési főigazgatóság Merkur kommandó bemutató, ez a tavalyi program. BRFK bűnügyi kutyavezető alosztály bemutató, ezt is föl kell. Itt már a büfében vagyok. BRFK rendészeti szervek kutyás és intézkedés taktikai bemutatója, mesés előadás gyerekeknek, az állatok nyelvén tudó juhász. Itt már kiabálnak nagyon, hol a Balázs, hol a Balázs, nem láttátok? Szedjétek elő a büféből, szóljatok a műsorvezetőnek, jöjjön konferálni. Hát ilyenek vannak. Hát ilyen. Nagyon jó lesz neked. Igen, jó. Mert ugye holnap programváltozásunk van, ugye Gábor elmarad, aki készült kérdésekkel, mert ígértük a múlt héten, hogy Gábornak most egy ilyen kérdezős napot tartunk, az tegye el az ő kis kérdését, a jövő hétre nincs elfelejtve. Viszont átadhatjuk a Táti házat, hirtelen jött a dolog, elkészültek, szeretnénk, hogy a család minél előbb beköltözzön, úgyhogy programváltozás. Holnap 9 óra után már Tátról jelentkezünk, és 8 órától 9-ig pedig magát a történetet hallhatjátok. Van, akinek új lesz, van, aki már ezt ugye hallotta, hogy hogyan is jutottunk el hozzájuk, hogy gyűjtött az ország, és hogy lett egy nagy-nagy összefogásból, egy nagy Morning Show-s Klassz FM-es összefogásból végül is egy klassz ház, amit ugye át tudunk nekik adni holnap, be is tudnak költözni gyerekekkel, mindenkivel együtt. És hát a mi kollégáink szereztek helikopter, gyerekek, semmi se lehetetlen, úgyhogy... Nem volt egyszerű mondjuk a kapcsinak átmászni azon a szöges drótkerítésen és ellopni a slusszkulcsot, de... Igen, de megvan a helikopter, úgyhogy holnap indulunk, és valahol Tát környékén leszállunk, még finomítjuk a részleteket, hogy a leszálló pályától hogy jutunk be a házig, de hát ezek már részletkérdések, nem is nagyon a hallgatóra tartoznak ez a mi problémánk, úgyhogy holnap 9 óra után átadjuk a házat. Jó? Hát igen, a rendőrnap pedig ugye egy deal volt, hogyha az ORFK levisz minket, hát akkor bevállalok egy rendőrnapot, igen. Műsorvezetés szempontjából. Jó napot kívánok, a tonfa bemutató után. Hadd a cukor, és egy órán keresztül, a gyerekeknek barra, egy órán keresztül fogod hirdetni azt, hogy és Kovács Péter rendőr tizedes, igen, kiváló munkájáért előrébb tett. Feltűnően ronda kisfiú várja anyukáját a recepciónál. Így van. Ja, igen, itt már integet a... az alezredes úr, hogy az övé a gyerek, bocsánat, természetesen. Ugye, érti, csak vicc volt, ez nagyon szép gyerek. Tudja, hát, alezredes úr, a humor van, minden van, ez a feladatom, ezért jöttem, hát, így van. Nem magára ütött, hanem, ja, itt a feleséges, bocsánat. Jaj, gyerekek, na jól van, hármas ugrás játszunk, már itt is van a mi játékosunk. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Sziasztok! Szia! Niki! Hello, Niki, jó reggelt! Mi újság veletek, hogy vagytok? Jól, köszönjük. Minden király, köszönjük. Tündérke, ez a neved? Hát, Niki igazából, de a legjobb barátnőm nevezett el így. Tündérke, ja. De nem szoktam így, nem akartam így beleszólni, hogy hello Tündérke, mert a Vikinek szoktam így ezt mondani, és én nem akartam, hogy félreérti, hogy más nőt is így hívok, hogy hello, hello Tündérke. A biztonság kérdés, így nem bukadsz le otthon. Ez egyébként jó. Hát, a feleséged Gabi legyen mindenő az életedben, Gabi, nem tudsz lebukni. Hát nem kell amatőrnek lenni. De ugye nem zavar Lajos a Gabi. Rohadjál meg. Mondjad, Niki? Drukkolok amúgy nektek holnap, hogy leérjetek a ház átadásra. Megoldjuk. De aranyos vagy, menni fog. De aranyos vagy, menni fog. Mivel foglalkozol? Megkönnyeztem, amikor mondtátok ezt a történetet. Jaj, de helyes vagy. Ja, amikor kiderült, hogy mi történt a Táti családdal. Nem igen. Hallottam, de így ezt, hogy mondtátok, így igen. Igen, holnap újra megmutatjuk egyébként, amíg ugye mi úton leszünk, meghallgathatja mindenki, hogy végül is hogy jött ez az egész. Honnan hívtál minket, Niki? Barmazúváros. Ott laksz? Igen, most itthon vagyok jelenleg. Hogy? Hát, munkát keresek, hogy így mondjam. Na, de hogy nem is volt, vagy esetleg ne agyisten kitettek? Pályakezdő? Pályakezdő. Igen, és mi a végzettséged? Még nem dolgoztam, de szeretnék majd. Milyen sulit végeztél, hogy mit keresel? Jogi asszisztens. Jogi asszisztensi munkakörbe, ha valaki vár esetleg egy Niki nevű lányt, az Tündérke jeligére írjon nekünk a Morning Show e-mail címére, és továbbítjuk. Micsoda? Ez milyen szakképzés? Ez egy 2 év, 3 év, az mi? Hát 2 éves két volt. Év. Uh-huh. Mit csinál egy jogi asszisztens? Átveszi a levelet. Niki, nem találom a száraz pecsétemet, nem tudod, hogy hova tett? Hát valami ilyesmi. Mehetek ügyvédi irodába, bíróságra. Jó az. Aha.
De ez olyan, mint amikor elmegy valaki mondjuk bojtárkodni, még nincs aláírás joga, még nincs száraz pecsétje, de hogy képviselni, gondolom nem képviselt senki, de hogy ezeket a ügyeket kell intézned, ugye tulajdonképpen. Hát tulajdonképpen igen. Próbáltam olyan tudományosan körülírni, hogy értenék hozzá. Meg vagy, azért nem is kérdeztünk. Attól az ég minden. Mert azt mondom, hogy a bojtár mit csinál, mert van egy ügyvédbarát, hogy 3 évig ugye jössz, mész, de még nincs száraszpecsét, nem tudsz aláírni, tehát akkor még csak úgy képviselhetsz ügyeket, és aztán utána a szakvizsgó után, tehát az már nyilván más. Jól van, hát figyelj, ha valaki jelentkezik, akkor kiadjuk a számodat, jó? Ha megengeded majd persze. Oké? Okay? Oké. Okay. Milyenek a kérdések, Jani? Hát egy picit talán nehezebb. Nehezebb, mint szokott lenni. Bekeményítettél? Igen, nem tudtam, hogy Niki fog telefonálni. Na? Ja? Vannak még ott rajtad kívül? Kihangosítom vagy? Igen, most mi történt? Igen, most jött haza tesóm és beengedett. Mert hogy megkönnyebbültél, ugye eddig olyan kis aranyosan visszafogottam, most szinte beleordítottál, hogy kezdhetjük. Ekkora kő esett le a szívedről, hogy nem egyedül játszol. Hát igen. Aha, megkönnyebbültél, hogy megjött valaki más a családból. Oké, okay, na nézzük, itt szól az első kérdés nyakba akasztó ért. Oké. Okay. Na megtalálom. Kirendezte a Passió című filmet. Néhányan úgy mondják Passió. Hallottam így is. De ő nem egy hobbi rendező. A Passió című filmet. Nagyon kemény film. Tisztelt, azt tudom. Tessék? Hogy tetszik? A főszereplőt tudod, ő kicsoda? Kávé étel. Kérem? Az, igazad van. Így van. Kávé étel. A kávé és étel. Kávé étel. Ki rendezte? Egy pillanat. Az lassú a net. Mugli Passió. Bátyus ki pakol a hűtőbe, én éppen vagy... Igen. A film Názáreti Jézus életét. Mit néztek most, hol tartotok? Elkezdték, csak a végén van a rendező. Elkezdték a filmet. Igen, azért kezdtem is olvasni. Aha. Hát ennél többet nem tudunk várni. Ugye, hogy ugye? Mit csináltál? Internetet akartál használni? Igen, igen. Tehát ahogy beütöd a Google-ba, én kipróbáltam a Passiót, jobb oldalon egy keretes írásban a harmadik sor az, hogy rendező. Mm-hmm. Mel Gibson. Már mindegy. Mm. Igen, hát ez egy rövidke játék volt. Ajaj. Niki? Hát nem volt, de megpróbáltam. Meg ez a lényeg. Játszottunk. Köszi a játékot. Vigyázz magadra, ha találunk valamit, szólunk, jó? Oké, okay, és köszönöm szépen. Ciao, hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 6 perc múlva pontosan 9 óra. Gyerekek, ha már a szomszédokról beszéltünk, és kicsit promoztam az M3-at, mert hogy nagy nézőjük vagyok, tényleg. Uh-huh. Szeretem, nagyon retro sorozatok mennek. 9 óra után szomszédok indokolatlan cenzúra, jó, csak az íze véget. Jó, azt lehet, az lehet, picit, az jó. Tényleg, olyan régen hallottuk. És hogy nem kapcsoltad át az M3-ra? Nem találtam a távirányítót. Ja. Komoly kihívásaim vannak ma reggel. Az egyik az, hogy nem tudtam, hogy hol van az M3, a másik, hogy hol a távirányító. De ha felmegyek a hírkeresőre, és találok egy olyan hírt, egy bomba hírt, hogy Sebestyén Balázs átigazolt az M3-mal, akkor már érteni fogom ezt az egészet. Akkor már az egész, igen, helyére kerül az egész. 6 perc, pontosan 9 óra, jövünk Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 8 perccel, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a Klasszon, és csak mondom, gyerekek, hogy Jani és Feri rákattant. Rákattant a szomszédokra, mert éppen az ismétlés megy, és hát ezt már én láttam tegnap este. A piálnak benne, hogy ne érdekel bennünket. Aha. Ó, gyerekek, éppen a szomszédok megy, és hát gyönyörű. Gyönyörű. Igen. Minden, ami mindjárt ebben bunyó van. Mindjárt bunyó van. Vízes üvegből a pálinkának látszó vizet isznak a gyerekek, utána pedig verekedés provokálnak egymás között. De ugye, hogyha nézed, egyszer rákattansz? Tehát, hogy elkezdett kielemezni a hajakat, a ruhákat, a kiegészítőket, a régi telefont, a padlószőnyeget, és egyszer nem tudod abba hagyni. Én ezért mondom, egy hónapja nézem. Most próbálták meg almapárját megvesztegetni.
a vadászházzal lerakni szemetet olyan helyre, ahová nem lehet lerakni. Volt az. Hihetetlen világ volt. Egyszerűen, most például egy mentőállomáson vagyunk, ahol egy picit azért nyugalmasabb volt az élet akkor tájt, mint most. És ugye Dudi kolléga felvetése, ugyanilyen tapétánk volt akkor. De gyerekek, ebben mindenki kapott egy szeletet régen. Hát ugyanazok az autók, ugyanazok a hajak, ugyanazok a tapéták, még nem volt ekkora különbség, mint most. Ugye, hogy kinek ilyen, kinek olyan. Hmm. Kicsit akkor mindenkinek ugyanaz. Így van. Bizony. Kulka Jánosnak pont ugyanannyi haja volt akkor. Nem, most kevesebb van. Ezt most kevesebb van. Ah, gyönyörű, gyönyörű. Mérek az M35-19-es kilométernél, a pihenőnél, Budapest felé, kúkú küldte nekünk. Aztán azt mondom, hogy mit mondok? Mérnek a rendőrök az M7-esen a szabadi pihenőnél Pest felé? Trafi püspökladány mellett egy fehér tranzitból Karcak felé mérnek mindenki vigyázon. Adi küldte nekünk Sopronban a Vabi parkolóban szokás szerint mérnek, mint mindig. Üzente Peti. M3-as Budapest felé trafi a 66-os kilométernél piros Fábia kombi. Ezt Andi küldte nekünk. Andrássy út elbukott a Hősök terétől befelé. Ja, maradj ott, Jutus küldte nekünk. Trafi Hortobágyfalú belterületén a Madárkórháznál, ezt már mondtuk ugye a hírek előtt, valamint Nagykörösi úton a Kisfaluditól jó kerülni a Nádasdin lehet. Közben Etus telefonál. Intézkedik Etus, Magenheim doktort hívtam, mert abban a buliban ittak, ahol volt a kis hölgy. Júlcsi. De Júlcsi szólt, ő előre mondta. Igen, hogy ebből baj lesz. Te megőrültél? Az alkohol öl, butít és nyomorba dönt. Ja, nézd, gyerekek voltak, nem hülyék. Hát ők nem, csak a szószója a szöveget. És az utolsó egyéb mondat. Jaj, kapcsolom az utolsó egyéb mondat. Nem hallatszik be. Itt mindenki csak utol. Lehetőleg, amikor már késő. Én mondtam, hogy ne utánozzák a felnőtteket. De hiába. Nem hiszem, hogy nyugodtan tudok dolgozni, ha a kicsi nincs vele. Nagyon kérlek, te ne vállalj most semmi vezetőállást. Mikor lesz olyan világ, hogy megélünk egy tisztességesen végzett munkából? Elviselek még egy képet az állokházba. Imádom. Belépnék valami új párba. Ha tudnám, hogy melyik mit akar. Szívesen készítek a ballagáson is fényt. Gábor. Nekem nem a pénz a fontos, csak a gyerek. Az egész felhajtás nem ér semmit, ha a gyerekek összevesznek. Imádtam az utolsó egy mondat. Légy nyugodt, kibékülj. Na jól van. Meg egy biztos. És hát gazdag rét by night. Ugye ezt látjuk. Mindent megbeszélünk, mindent együtt csinálunk. Na jó, van ennek egy másik verziója is, ha már szomszédok, egy kicsit durvább. És ma már annyit beszéltünk a szomszédokról, hogy egy régi nagy klasszikus, de talán vannak, akik még nem hallották, mi nagyon szeretjük. Ugye készült egy sorozat az interneten, aminek az a címe, hogy indokolatlan cenzúra, ezzel aztán úgy leálltak, vagy ez úgy eltűnt utána, nem? Valószínűleg azért, mert ugye a nagy klasszikusok kipörögtek. Kipörögtek, ugye volt a szomszédok, Dallas, mi volt még? Nem emlékeztek másra? Ebből az indokolatlan cenzúrából? Indokolatlan cenzúra, szomszédok, Dallas, mi volt még, más nem volt. Vagy nem emlékszünk rá. Inkább ez. Kicsit belehallgatunk az indokolatlan cenzúra. Kicsit belehallgatunk, meghallgatjuk. Hogy néz ki? Ugye el kellene mondani előre, hogy ez miről szól, értelemszerűen nem. Ugye? Hát vannak gyengébb idegzetőek, akik azonnal felháborodott hangmérő levelet írnak majd. Mit adtok le a rátyóhoz? Hogy mi ez? Ugye úgy tűnik, mintha valamit mondanának, de közben nyilván nem mondanak semmit. Meg az a vélt csúnya szó amúgy is ki van sípolva. Igen, ki van sípolva, de hogy közben alapjában nincsen ott ronda szó. Na meghallgatjuk, hogy szól ez az indokolatlan cenzúra, vagy hogy szólt volna a szomszédokban. Jó, hallgassátok meg. Úgy gondolja, hogy meg***ná őket? Hát akkor szép módszeresen csináljuk, akkor nem. Kicsit gyorsítva. Szavaztok, lányok. Rohanok, el***ztem az időt. 11 jól itt van vagyok. Hát ez volt. Etus, egy ilyen szépen fejlett nagy lányt, már megkapott egy fiú. Miért kérdezel engem? Meg akart. Még nem beszélt róla. Primitív úristen. De én nem bánnám. Az új év is, meg a ház is rémes. Olyan, mint az egész ország. Itt kérem, szaporodnak, tenyésznek és s***nak. Kit s***nak? Annak idején az operában engem f***tatja azt a hátam, hogy ő csendesen. Nem emlékeztem, hogy ez ennyi. Mi csinálunk szilveszterkor? Mi csinálunk? F***szunk. Olyan fáradtak leszünk, mint most. 9-kor kocintunk és...
Mondom, nem mondom. Örülök, hogy segítesz. Szép***tad a fejed a nyáron. Ha akarod, hogy összecsapunk, de akkor terepszínű maradsz. Nagyon egy kedves fiatal kiszolgálat és kínálja. Mi meg rá***? Haza véget emlenkedni. Kell egy kis séta a levegőn. Maga meg Marikát úgy, ahogy szokta. Illik ilyen pénzt elfogadni? Meg***tam. Igen. Le***tam. Igen. Elfogadhatja? Na ez a kérdés. Én eldöntöttem és elfogadom. De lehet, hogy egy részét jótékony célra adom. Délután itt volt a lovas lány. Téged keresett. Az is a hárem tagja. A hárem? Miket beszélsz össze-vissza? Ahogy Alma t***ik azzal a fiúval. Oké, én ezzel a lányjal. Ezen csak mi tudunk rövidíteni. Ne. Dehogy is. Ilyenkor szoktál hazajönni a presszóból, biztos azért nem tudsz s***ni. Ne viszik. Ha én zavarlak, akkor felöltözöm és elmegyek. Dehogy is maradj. Akkor se tudni s***ni, ha nem öltött. Magának akkor is s***hatnékja volt, pont a Gellért hegy tetején, mínusz 15 fokban. Ez jellemző rám. Én nagyon szeretném Juditka, ha nem haragudna rám. És ha valamiben segíthetek, ez szóljon maga is, de én minden nap feljövök, és meg őszintén bevallom, mert ilyen a természetem, ezt a dolgot elf***ztam. Én aztán gyűlölöm az erőszakot, de az ilyen rozsomákokat naphosszabb tudnám. Nem ez a megoldás, de nagyon élvezném. Régebben büszke voltam rá, hogy f***ják egymást a fiúk. Most már. A fiúk. Jó zavaros kis év volt. Alig tudtam benne valamit f***ni. Nem volt f***ás. Lemondtunk minden lapot, és a régi pénzért vettünk egyet-egyet. Azt kiakasztom a lépcsőházba is, mindenki f***adja. Annyira primitív, yeah. De hogy valaki ehhez egyébként végignézett 4000 részt, és rájött, hogy hol vannak azok a részek, ahol be lehet rakni, hogy úgy tűnjön, mintha. Simán. Simán. Óriási meló. Tényleg, hogy mondom, nagyon nagy meló. Nagyon nagy. Azért. Érted. Ja, Istenem. És ebből még van Dallas. Egy-kettő készült még belőle, hát nagyon jó. Ja, nagy, de ez a legjobb. Ha volt egyszer az ember megnézi, és igen, igen, uh-huh. Igen. Robik azonnal lecsapott. Na végre jó a műsor, tudod? Jaj. Végre jó a műsor. Na jó van. Oké, hát ez volt az indokolatlan cenzúra. Jövő héten még a Dallast megnézhetjük, meg még van egy-kettő azokat tényleg. Bariköztet is meg tudunk nézni, jó, akkor most minden napig megnézzünk egyet. Holnap nem, mert kicsit holnap szágoldozunk, de pénteken, hétfőn, amíg van, akkor egyet-egyet meg tudunk még nézni. Igen, a Barátok köztes is elég erős. Vannak benne. Vannak benne csúnya dolgok. Jaj, hallottátok ezt a pilótát, vagy másodpilótát az Ákos híreiben? Hát de azért ezt próbáljuk egy kicsit modellezni, illetve pontosabban elképzelni, mert az Airplane című filmen az ember ilyet látott. De amikor arra gondolsz, hogy egy köztársasági elnök ül mögötted a delegációjával, te pedig repülsz egy ilyen Falcon típusú gépen, nem biztos, hogy ilyen pilótát képzelsz magad elé, vagy másodpilótát, aki így repült, és ugye most derült ki, hogy miért kellett visszafordulnia a köztársasági elnököt szállító gépnek. Ami egyébként korrekt, hogy bevallották az egészet. Tehát nem volt az, hogy kijött a közlemény, hogy gyerekek műszaki hiba miatt vissza kellett fordulni a köztársasági elnöki úrnak, hanem elmondták a sztorit A-Z-ig úgy, ahogy van, és tényleg filmbe illő. Igen, de először már először műszaki hibát mondtak, és utólag derült ki. Először az volt, hogy műszaki hiba miatt kell a gépnek visszafordulni. Igen. Tulajdonképpen van benne az is. Mert ugye leállt az egyik hajtómű. De mire ideig eljutottunk, azt légyszer sorolt fel, mert nagyon nagy. Ezt hogy? Ugye ketten ültek bent, és ők kávéztak. Én nem is tudom, hogy eleve ők kávézhatnak, amikor bent ülnek a gépben? Figyelj, úgy voltak vele, hogy köztársasági elnököt viszünk át. Robotpilótán vagyunk, ígyünk egy kávét. Ígyünk egy-egy gyerek. Így, nehogy gond legyen, frissek legyünk. Igen, nehogy gond legyen, ígyünk egy kávét. Megkapták a kávét, és őt a másodpilótát valahogy meglökték, vagy ő kilögybölte a kávéját, és ráborult a kávé a vezérlő pultra. Már eleve nagyon filmszerű az egész. Igen. Nem? Az tipikus, de annyira banális az egész, hogy nem is hiszed el. Te tényleg olyan, mint az Airplane. Jaj, a jó édes anyádat. Basszus, belefolyt. Föl volt a lába a pilótának szerintetek? Föl volt a lába, igen. Majd odaszól a pilótának, hogy adj már egy rongyot. Ugye? Tehát ez így, vagy elkezdi a zakójába, vagy az ingébe beletörölni. Mennyire életszerű, nem?
Mennyire életszerű, hogy közben ott pedig élethalálúra vagy 600 gomb repülsz 10.000 méter magasan. Elkezdte letörölni a kávét, majd hirtelen egyébként az Adriai tenger felett megnyomott egy olyan gombot, amiért a gép elkezdett süllyedni. Először megnyomta a vészjelző gombot, és a gép elkezdett süllyedni. Anyád, mit nyomtam meg? Aztán látta a pilóta, hogy itt valami nem stimmel, és felhúzta a gépet, akkor pedig a véletlen egybeesés folytán, hogy valamit megnyomott a másodpilóta, ő pedig húzta föl a gépet, közben leállt az egyik motor. Vagy tovább tamponált. Valószínűleg még egy csomó minden nem tudunk egyébként. Kezdő másodpilóta lehetett, ráöntötte a kávét, és folyamatosan elkezdte törölgetni, és az létező összes gombot, megnyomta. És hát nagyon fura ez az egész történet. Hogy áll le a motorot, és mi lekapcsolsz hát egy gombot, és leáll a motor? Vagy zárlatos lett a befolyt kávétól, vagy tényleg az van, amit a Jani mondott, hogy elkezdte törögetni a pultot, és így sorra kikapcsolta. Utastérvilágítás, fűtés, hajtómű. És kézzel, hogy föl lekapcsolgatja a hajtóműt. Ahogy törögeti rajta a kávéfoltokat. És amikor egyenesbe hozták, ugye a hír arról szól, hogy a kapitány aztán azt mondja, hogy jó, forduljunk vissza Belgrádba, akkor oda szólsz a másodpilótának, aki ránéz, na jó, hagyjuk, menjünk vissza. Vagy ez a protokoll, hogy vissza kell fordulnod, mert látod, hogy a másodpilóta mondjuk egy szalvétával törölgeti a pultról a felborult kávét, akkor neked vissza kell jönni? Hát szerintem itt ez a leállt hajtómű az már nem akart nagyon lehet beindulni. A erős, igen. Az volt az erősebb része. Ja, és most mi van a pilótával? Lehet neki továbbra is vezetni, vagy kivizsgálják? Hát azt mondják, hogy először is azt mondják, hogy a kapitánynak elege lett és visszafordította a gépet. Én hülyével nem repülök. Tényleg visszament Belgrádba, és ugye hát emiatt egyébként a köztársasági elnök a pápával találkozott volna. Ez a találkozó egyébként meghiúsult, próbálták elkenni, és felfüggesztették határozatlan időre a másodpilótát egyébként. De visszafelé úton természetesen a másodpilóta megkérdezte, hogy na, valaki még egy kávét esetleg? Vezetettek egy kicsit. Igen, hát az Airplane-ben volt ilyen tényleg, amikor ugye Karim Abdul-Jabbar a másodpilóta, akinek ugye a névtábláján az, hogy Roger Murdock másodpilóta. Láttad? Nem láttad az Airplane-ben, láttad? Nem. Ja. Hogy láttad? Az már önmagában nem lehet, hogy repülnek, érted? Egy levegőnél nehezebb tárgy. Igen, az Airplane 1-2-3, hát az zseniális. Igen. Na, talán mindenki környezetében van olyan kolléga, aki hasonló karakter. Ugye, minden munkahelyen van legalább egy. A balek, aki kiönti a kávét, a szerencsétlen, aki neki megy valaminek, és bocsánatot kér egy nem élő szemétől, fölborítja a virágot, szerencsétlenkedik, rosszul hoz be dolgokat, leönt, leforráz. Az igazi profi. Hm? Az igazi profi, minden munkahelyen van egy ilyen. Aki vagy azért, mert nagyon akar és mindent ő akar intézni, vagy tényleg kétbalkezes, vagy csak szeret minden lébe egy kicsit ott lenni, és kotnyeleskedni, viszont minden bénát csinál. Van ilyen, nem? Minden munkahelyen. Van Vágó Piros. Ja, tényleg? De a Piros ilyen? Nem a tudtam. Legendása. Komolyan? Ő pont az a típus, akit te mondtál, hogy így jön be, és ezt a monitort itt mellettem, ami 10 centire van az asztal sarkától, lesodorja, majd bocsánatot kér tőle. És aztán röhög és mondja, hogy jaj, monitor, jaj, imádom a csajt, ő nem ez a kijöntős, meg tényleg csupa jó indulat, hogy is mondjam, hebrencs egy kicsit, szertelen. Igen, de a Piros benzén szerethető, imádom, persze, ezzel együtt. Igen, ő olyan nagyon, nem is szétszórt hebrencs típus. De valamikor szórakoztat ez a dolog, de valamikor meg kevésbé. Emlékszem, hogy egyszer költöztettünk, és egy olyan helyre költöztettünk, ahol egyetlen lift volt, a másodikra kellett felvinni, de egy egész hétvégés költöztetés volt, rengeteg könyvet, több száz métert. És azzal indítottunk, hogy a főnök elmondta, hogy srácok, valaki mindig álljon bent a liftben, jó? Mert hogyha nem állsz benne, és fölmegy a lift, akkor onnantól kezdve viszontlátásnál fogjuk tudni kint fönn kinyitni az ajtót. Mi volt? Az egyik kollega oda ment, becsukta az ajtót, és fölküldte a második a kulccsal együtt a liftet. Az okos. És azonnal. És hétvége volt, és liftszer előtt nem találtál, és hordtuk fölfele szépen egyik emeletről a másikra a könyveket így. De honnan miért küldte föl? Tehát ki akart ennyit támasztani? Fölküldte a másiknak. Ja, fölküldte a másiknak, mert betolt üres dobozokat, vagy ládákat, szépen becsukta az ajtót, és kívülről pedig nyomott egy második emeletet. A csajok inkább ilyenek, vagy a pasik? Ezt nem lehet nem rebontani. A pasik, csajok, mindenkiben van ez a típus, nem? Tehát itt is, ahogy a másodpilóta azt mondja, totálisan szerencsétlen volt, nem igazán jellemző ez a nőkre vagy a férfiakra. Tehát ilyen szerencsétlenkedő, szerencsétlen típus van pasiból, van nőből. Ez vegyes. Szerintem ez minden nőnél, férfinél elrofordul. Szerintem a csajok. A csajok inkább olyanok? Nem igen? Akarok
így nem rámenni, hogy akkor a csajok azok biztos ebben rosszabbak, de nekem például szinte csak női ismerőseim voltak, akik egy kicsit így beleöntötte, fölrúgta, elnézte. Hát, nem, szerintem. Mondja egy pasit, tessék. Hát nekem aztán számtalan ilyen volt. Emlékszem, hogy volt egy ilyen kis színtársulatunk, és egy vidéki fellépésen voltunk, és valamikor hajnalban végeztünk, hogy mindenki rettenetesen fáradt volt már, és egy kölcsönautóval voltunk. Mondja az egyik srác, hogy na jó, most már húzzunk hozzá, most már rettenetesen le vagyok pusztulva. Jó, oké. Sebességbe rakta, de lükvercbe, és rátolattunk vonóhoroggal a mögöttünk lévő szalakorlátra is fennakadtunk. Ne, ez annyira, nagyon-nagyon ilyen kicsit elvarázsolt, a csajok csinálnak ilyet egyébként. És úgy, hogy hajnalba, és nem tudtál, nem volt senki a környéken, aki segített volna, érted? Tehát, hogy konkrét, hogy emelsz le hajnalban egy autót, egy vonóhorognál fennakadt autót egy szalakorlátra? Sehogy. Sehogy egyébként, igen, teljesen esélytelen. Na, biztos van a hallgatóinknak is a munkahelyén olyan ember, akire tényleg az előbb elmondottak igazak lehetnek, mindegy, hogy nő vagy férfi, aki hát két balkezes, tényleg szerencsétlen, mindig nagyon jó szívű, mindig nagyon szeretne megcsinálni dolgokat, de valami mindig rosszul sül el vele kapcsolatban. Küldjetek el nekünk, jó, hogy szemezgessünk a jelöltekből, egy pici szünet, és jövünk az SMS-ekkel egy rövid reklám után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:40 lesz pontosan, 12 perc múlva. Viszont fél tíz, csak 3 perc elmúlt el. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És hát, csak egy apró kis kulisszatitkok, Jani és Feri, megdelejezve nézik a szomszédokat. Jó, ne árulj már. Levenni róla a szemeteket, én tudtam, hogy egyszerre te elkap a gép szír, de ma este 8-kor már ott ülsz. Mágen egy doki a trabit szereli, érted, és bele, mindannyiunk lelkébe beletiport, amikor azt mondta, hogy hogy lehet egy ilyen roncs egy orvosnak. Hát az volt életünk álma az az autó. Őrült retro, persze. És mindenki túlzásba jut abban a korban az oldalemelést, mindenkinek akkora vállai vannak, mint az állat. Igen. Na, ugye arról beszélgetünk, hogy kinek mekkora balekok dolgoznak a munkáján, abból a szempontból nyilván jó indulott balekokat keresünk. Ugye itt volt ez a pilóta, aki vitte a szerb köztársasági elnököt pénteken egy gépen, mert hogy a köztársasági elnöknek találkoznia kellett volna a pápával. Elmaradt, mert hogy a másodpilóta először ráöntötte a kávét a pultra, aztán elkezdett riadtan gombokat nyomogatni, majdnem lezuhant, leállt a két motorból az egyik, végül a pilóta megelégelte, visszafordult, és azt mondta, hogy hülyével ő nem repül. És hát először műszaki hibát mondta, aztán elismerték, hogy a másodpilóta nem volt a helyzet magaslatán. És arról beszéltünk itt a reklám előtt, hogy nyilván mindenkinek van a munkahelyén olyan ember, aki egyébként jó indulatú, kedves, csak valahogy mindig ő a balek, valahogy mindig ő az, aki elesik, elcsúszik, próbálja a dolgokat irányítani, kézben tartani, és mégis mindig kicsúszik a keze közül. Minden munkahelyen van ilyen. És hát rengeteg hallgatónk írt egyébként, hogy kiknél milyen emberek dolgoznak, vagy milyen kollégák. Egy ismerős az ebédnél az asztalnál tüsszentett, hogy ne a levesbe tegye, elhajolt az asztal melletti szekrénynél, lebólintotta, 8 öltéssel kellett összevarni szegényt. Rudika érte nekünk. Az én kisfiamnál nincs szerencsétlenebb. Ez milyen? Jól indul, nem? Jó. Valamit mondom, nem akarnék, az anyám mondja rólam, az ez a mondat. Az én kisfiamnál nincs szerencsétlenebb. Nagyon jó PR. A babakocsiból kiesett, amikor pici volt. Na most akkor nem biztos, hogy ő a hibás, ugye anyu? A madár úgy kakilta le a szemét, hogy szemüveg volt rajta. Állandóan elesik, de úgy, hogy vetődik, mint a filmekben lelassítva, és a szemüvegére esik kéz nélkül. Szegény. Most 11 éves, ha elesik, biztos térre esik, és a nadrág kiszakad. Mikor a saját gyerekedet mószerol oda egy reggeli műsorban. Az korrekt. Higgyetek el, az én fiamnál nincs szerencsétlenebb, nem? Megértem, hogy a gyerek kicsit ilyen. Lehet egyfajta szülői nyomás, ha fölnyomod egy reggeli műsorra. Még ha végén ott lett volna, hogy tiszta anyja vagy tiszta apja. Igen, akkor nem. Még érteni. Szomszéd srác, tipikus szerencsétlen grillparti, játszott a kutyával, felborította a grillt, lánya zavarában kézzel kezdte el visszapakolni az izzóparasot. Zavarban volt szegény, igen. A volt férjem tűzoltósági átadáson mutogatta az elvégzett munkát a vállapos fő tűzoltóknak, közben belelépett az egyik lábával egy nyitott aknába, és félig eltűnt. Röhögbe vették át a munkát. Millió ilyen sztorit tudnék róla mesélni. Nálunk dolgozott egy árukiszárító, amikor pakolta ki a raktérből az árut, becsukodott a hátsó ajtó, és nem tudott kijönni. Körülbelül egy óra múlva tudtuk kiszabadítani őt, mert hogy telefon se volt nála. Férfi kollégám nekidőlt a szalagfüggönynek, ami mögött a telefonközpont volt, eltakarva, és beesett oda. A poharamat nézte már toltartónak, és én lazán beleállította a tejbe a tollat.
Bejött a titkárságra, majd kifelé menet rám zárta az ajtót, ami fel se tűnt neki, telefonálnom kellett, hogy engedjen ki, roppant szórakoztató volt, imádom. Írja nekünk egy hallgató. Egyébként szórakoztató karakterek. Igen, csak igen. Ő maga érzi saját magát kellemetlenül. Tehát egy kis humorérzéket van egy ilyennél, azért te is röhögsz, mikor neki támaszkodsz a szalagfüggönynek, és mögötte van a marha értékes telefonközpont, beledől. Ő maga érzi magát kellemetlenül. Igen. Volt egy kollégám, aki meg szerette volna mutatni a BMW-je hangját. Ráindított, egyesbe hagyta az autót, természetesen nem ült az autóban, letarolt egy kisebb fát. Írja egy hallgatónk. A régi munkáján volt egy kolléganő, mindig oda készítette a kotyogos kávéfőzőt, benne víz, kávé, reggel csak a rezsót kellett bekapcsolni alatta. Egy másik kolléga éjjel bejött a területről, és mivel fázott, bekapcsolta a rezsót, és lefeküdt mellé. Reggelre még a gumi is megfőtt. A füsttől nem lehetett látni. Kaptuk ezt is SMS-ben. Köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy mik vannak még. Kolléganőm annyira balek típus, hogy az irodából kilépve is kopog az ajtón. Biztosra megy. Én voltam tolmács, miniszoknyamban voltam magas sarkúban, véletlenül nekidőltem egy fapanelnek, ami feldőlt, és átszakította a falat a szomszéd építészekhez. Egy picit kínos volt. Gyerekek, én annyira balek vagyok, hogy a kihelyezés után hónapokig rendszeresen köszöntem Pul Sándor életnagyságú alakjának a lottózó bejárata mellett. Az jó. Üdvözlök, Pul úr! Jó napot! Viszlátom, Sándor! Elnézést, jó napot, bocsánat! Beállhatok sorba! Gratulálok a múltkori meccsért! Nagyon parádés volt! Nekem van egy ilyen hebrenc jó barátom, akiről beszéltek, abszolút ez a típus, rövid lista, megrázta az áram, a feje visszapattant a fáról, bele a homokba, sípcsonta felrúgta a fémkuka kiálló tartó pántját az utcán, de egyébként köszöni, jól van. Csaba küldte nekünk. Motoros futár vagyok, van egy kollégám, aki már kétszer aludt el menet közben motoron. Még mindig életben van. Azért az kemény. Kell egy élet. Azért az kemény, igen. A boltban, ahol dolgozom, az egyik eladó igazi balek típus volt, rendszeresen löki föl a próbababát, mindig fölállítja és elnézést kér tőle. Azért ahhoz kicsit sérültnek kell lenni, nem? De tehát, azért úgy, ugye? Leporolod, kérdezett, hogy kiszolgáltad, de azért ahhoz picit erős. Nekem volt egy kamionos kollégám, az összes logisztikai központ sorompóját lebontotta. Minden más megtörtént. Vele bontott már a rendőrautót, hátfázott, mindent. Vele soha nemmi nem történt egyébként, jól van, nem törte össze magát. Igen. Volt egy programozó ismerősem, az első munkanapján törölte a teljes adatbázist. Kevésbé szerettük, írja egy hallgató. Hát igen, gyerekek. Micsoda, ez is be van jelölve. Tegnap felajánlotta egy 18 éves csaj, hogy szexelünk. Ez lehet, hogy nem ide jön. Nézzük meg, miről szól. Cserébe reklámozzam az ismerőseimnek a egy bizonyos tisztítószer márkát. Nem mentem bele, mert erős az akaratom, mint az a vízkőoldó, amely most kókusz és virág illatban is kapható. Jézus már! Jézus már! Ezt kisárgázta be, te jó Isten. Na jól van, hát köszönjük szépen az SMS-eket. Van egy Balfácán című film, ezt látta valaki? Persze. Jó? Pierre Richard? Én Pierre Richard, de nekem hidegrázt tőle. Tudsz még rajta röhögni? Nem, ugye? Maga a szőke férfi, soha nem tudtam. De akkor nem jó? Hát van, aki nagyon szereti, mert végül is ő ezzel csinált karriert. Egy csaj után hát küldik, jó, nem utána, jó, aki nem. Szintén ugyanolyan Balfácán, nagyon jó. Hát neked persze, tudtam, hogy tetszik, aki eldob, elesik egy hát azon műelesik, tudod, hogy hogy van? Tudod, hogy úgy kell álljál át. Te azon hangosan kacagsz. Hát például megy az utcán, nézelődik érted, és beleesik az építkezési gödörbe, arccal előre. Ezzel szerintem te még mindig a térdedet csapkodod. Ez nagyon jó. Vagy például ugye az van, hogy a gyár tulajdonosnak a főnöknek eltűnik a lánya, aki szintén ilyen Balfácán, és azt mondják, hogy egy másik Balfácán küldjünk utána, és bemegy, az irodában van érte 12 szék, és az egyiknek elfűrészelik a lábát, és oda ülhet, ahova akar, és ő ezt választ. Ki. Érted? Na? Miért látlak magam előtt ilyen sonkás tállal egyébként este 10-kor, amikor alszik a család, valami mártogat, csapkodott a térded, és... Gyere már még már telefon elég! Ezt tényleg arra szívted! Volt másik tize... És elmagyarázom ezzel. 11 szék volt, érted is. Tiszta torta lett az arca! Ez te vagy, Feri, ez te vagy. Hát összekötötték a cipőfűzőt, nézd meg, elesett fantasztikus. Fél el vissza felé biciklizik, te a fordító jut rá. Azért a mikroszkop színpadot egy kicsit felhangosítod otthon, nem? Én nagyon, én jártam. Tehát Ádám is emasas azért is, az nálatok alapmű, nem? Én bérletes voltam első sor. Vittem a sonkás szendvicset, és ott a sasúr megengedte a kabaréba, hogy egyek.
A sas azért is minden héten kiveszed a TK-ból, nem? Nem, már megvettem. Na jó, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, miről is volt szó. Beszélgetünk arról kora reggel, hogy próbálnak bennünket a boltokban átvágni. Ez egy folytatása volt a tegnapi adásnak. Tegnap ugye arról vallottak hallgatóink, hogy ők, mint vevők, hogy és miképpen csibészkednek a boltokban. Ma pedig arra kértük a kereskedelemben dolgozókat, hogy írják meg nekünk, hogy hát miképpen próbálnak bennünket bizonyos termékek megvásárlására rávenni, vagy éppen hogy vágnak át boltokban, éjjel-nappaliban, vagy akár egy-egy hiperben. Nagyon sokan jelentkeztek, és nagyon sok SMS-t kaptunk. Valamint van egy kis programváltozás a műsor életében. Holnap Gábor Rovata ugye elmaradt, helyette megyünk Tátra, a nagy házatadásra. Megpróbáltuk kitalálni, hogy jutunk le Tátra, mert hogy ezt ugye kora reggel még nem tudtuk. Erről beszéltünk ma reggel, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show. Klassz FM-en. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Hello, mi újság? Hát én nagyon-nagyon vagytok. Na, hát mi vagyunk. Ugye? Jó, gyere velünk. Hát nem volt, tényleg ügyes volt. Néha majd mondok, ilyen címszavakat felírok a Balázsnak, hogy mit tegyen ki a száján, ami nekem esetleg fontos lenne, és akkor... Nem is én találtam ki helikoptert, aztán talán Feri mondta, hogy a rendőrségnek van helikoptere. És aztán Kapcsi szerzett egyet, nem a rendőrségtől, akkor de nem is azért ötlete volt. Ez nagyon nagy. Igen, úgy néz ki, 8:30-kor szállunk fel holnap. És? Ennyi? És 8:50-kor, 20 perc alatt átom vagyunk. 8:50, onnan még beszaladunk. Besétálunk. Mik vagytok ti, valami elnökök, vagy mi? Hát annál egy kicsit komolyabb. Isapor és hamu vagy mu. Igen. Figyelj, Kapcsi nagyon ügyes, és elintézett mindent. A repülésen engedély minden megvan, gyerekek. Full profi. Igen. Most ne... Kellemesen csalódtam benne, komolyan. Annyi, hogy majd felszállsz a helikopter, a bérletet nem utasd föl. Ez ja. Tehát azt hittem meg nekem, hogy nem mutatod fel a sofőrnek a bérletet. És én mondom, kezded el a jegy, hogy hol van a sofőrnek. Igen. Hol van a jegyukasztó automata, hol tudok itt jegyet vásárolni, de ne tedd fel a rutinból az első ajtón állszállok majd fel, és felmutatom. Voltál sportolni, Csabi? Ma nem. Holnap viszont megyek. Tegnap voltam. Egyébként tök érdekes, mert hogy miután lefutottam ezt a 10 kilométert a Janival, olyan büszkén ébredtem fel hétfő reggel, hogy nekem ma nem kell. Aztán kedden már éreztem, hogy na. Hogy kellett volna. Igen. De jó. Jó ez. Jó, már hívjuk a nap hallgatóját. Derik van. Csak mondom. Az valahogy nem. Szomszéd. Na csak a szomszéd, ugye. A Deriket sose szerettem. Viszont újra szinkronizálták, és... Nem mondod. Nagyon rossz. Az ő nem jó. Nem, az újra szinkron sose jó. Gávöldi János. De. Azt miért csinálják? Az újra szinkronizálás. Miért nem jó az eredeti? Azt utálom, ha újra szinkronizálnak egy... Ezt újra szinkronizálták. Valakinél ott van a jog. És nem adja el. És nem akarnak fizetni érte. És no. Csak újra szinkronizálni. No. Értem, köszi. Szívesen. Miért suttogunk? Még mert ha fölveszi és belemondja, akkor nem lemaradunk, ja, ha belebeszed. A hívott sem jelenleg nem elérhető. Ajjaj. Na jól van, hát akkor nincs naphallgatója, mert van ajándéka is, de hát nem tudjuk akkor odaadni. Illetve pontosabban ajándékcsomagot nem kap az, akit választottunk, de a blogban hallható ajándékot megkapja. Csabikám! Figyeljetek, én hallgattam ezt, hogy a Jani milyen szerencsétlen bír lenni néha, vagy a felmentettek a második emeletre. Nekem a műszaki cikkekkel van ugyanez. El kell olvasni a használati utasítást, tudod? De nem, az sokat segít. Valószínűleg ez valami a karmámból jön, mert nem tudom, Balázs majd megfejti. Karmámból, lábadból, nem tudom. Igen. Képzeljétek el, vettünk ezelőtt, nem tudom, 10 évvel egy mosogatógépet, hát ami működött jól, de most elromlott, és akkor hívtuk a szerelőt, aki nem tudom, kicserélt egy alkatrészt, aztán visszahozta, akkor kiderült, hogy megint nem jó, és ezt így eljátszottuk egy párszor, és még mindig nem jó. És aztán a 20. alkalommal, persze túlzok, elvitte az egész gépet, hogy hát akkor majd ő a műhelyében, tehát nem hozza ide az alkatrészeket. Szépen el is vitte, majd megnyitottuk a mosogatót, tehát a mosdóban a kis csapot, és hát mivel kiszerelte onnan a mosogatógépet, ott maradt egy kis lyuk a lefolyóban. De tehát, hogy jó. Most már mosogatni sem tudunk normálisan, ott, ahol eddig, nem hogy mosogatógéppel, hanem kézzel sem, hanem hordjuk a fürdőszobába. Ügyes. Ennyi. És azóta nem csináltátok meg? Vagy? Ne, hát várjuk, hogy jelentkezzen. Persze bedugtam a kis lyukat, meg mit tudom, de hát most tudod, milyen az. Az nem az igazi. Igen. Tehát azért szivárog.
Jó, van, remek zenék lesznek, Csabi? És ráadásul van a levegőben igazi tavaszi hangulatú halott pénz slágert hozok nektek. Többek között, hát azért emellett azért lesz még egy csomó, amit te is szerethetsz. Pitbull. Például. Nem, azt látom, Anima Sound System, például szeretem. Na, ezt nem tudtam. Az animát szeretem. Igen. Jó van, Csabin a kívánság műsora, holnapi reggel jövünk. Természetesen, aztán ilyen, hát mikor hát is? Jó, 3-8 környékén elmegyünk. Most ha 7:30-kor száll föl a gép, akkor elég egyébként 55-kor. Nem? A Budaörsre. Igen, hát mennyi időt vagyunk kint a Budaörsre? 20-25 perc alatt kint vagyunk. De, ha valaki ezt beférek. Kint vagyunk, de mivel? Igen, ugye? Hát, hogyha valaki, valaki elvisz, mert nincs autóm. És 89-ig holnap meg tudjátok hallgatni, hogy hogy jött ki be a Tati család, hogy történt a gyűjtés, mennyi jött nekik össze, egy pici ismétlés, csak hogy mindenki ráhangolódjon, és aztán 9 óra után jövünk, és átadjuk nekik a házat nagy-nagy szeretettel, örülve természetesen, hogy tudtunk segíteni. Ja. Jó, úgyhogy ez lesz holnap. Az ORFK megszívhatja a fogát, mert a jövő évi rendőrnapon Balázs nem fog műsort vezetni. Jó! Nem tudjuk, még lehet, hogy jött e-mail, vagy bármi, még megnézzük, igen. De hát most fut át a rendszeren. Most jön át a rendszeren, igen. Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00, ez a telefonszáma, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasz! Hello! Ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már